Üdvözlök mindenkit a mai pénteki napon. Kérdezlek titeket, hogy mi újság van veletek? A mai nap még nem beszéltünk. Egyébként, hogyha esetleg nem láttátok, akkor ugye lesz a mai nap még 2 darab stream. Ugye fogunk még Bencével sztárgyúvelizni, illetve Red Dead online-ozni, úgyhogy várunk titeket oda is sok-sok szeretettel. Van elméletileg egy új küldetés, ami ugye a téli frissítéssel jött be, és szeretném ezt a téli házat felújítani, mert úgy voltam vele, hogy ha már tél van, illetve még talán egy kicsit közel is vagyunk karácsonyhoz, akkor lehet, hogy most lenne a legjobb alkalom ezt megcsinálni. Ó, köszönöm szépen Imrének is a 10 csillagot, örülök, hogy újra itt vagy, én is örülök, hogy itt vagy, illetve Bálintnak is köszönöm szépen a csillagokat, és Csongornak is. Sziasztok! Az előbb mondtam, hogy milyen napom volt, úgyhogy nagyjából így ennyi történt a mai nap velem, illetve nyilván készülöttem a streamekre, kirendereltem a tegnapi Detroitot, úgyhogy ha minden igaz, ezután a live után már egyből vissza is tudjátok nézni a VOD csatornámon, mert hogy nagyon sokan írtátok, hogy nem láttátok a élő live-ot, tehát hogy itt voltatok a Facebook oldalon, de actually nem jelent meg nektek a stream, amit nem tudok elképzelni, hogy hogyan történhetett, de vissza tudjátok nézni. Hogyha minden igaz. Na jó, szóval az e-mailjeimet kellene megnézni, és szeretném ezt a karácsonyi megrendelést megcsinálni Harang Arnitól. Hey, jönnek az ünnepek, és van egy problémám. Na mi a problémád, mondjad csak. A szüleim kb. Egy hónappal ezelőtt küldöttségükön mentek el, ahol kb. Egy hónappal ezelőtt ingyenes kunyhót hagytam, de karácsonyra térnek vissza. Imádom! Imádom ezt a magyar fordítást. Otthon még mindig vannak nyomok az utolsó buliról, néhány előzőről, a többiekkel is. És tudod, anyámnak idealista víziója van a karácsonyról, amelyben minden ablak ragyog és a ház tele van karácsonyi díszekkel. Segítség! Arni Bell. Jó. Folytassuk akkor. Igen, annyira elkezdtem ezt a munkát, hogy lefotózzam ugye az Insta Story-hoz, úgyhogy azért van ott a folytatás, de semmit nem csináltam még meg. Ugye az előrehaladás azért van egy kicsit előrébb, mert ugye kaptam ilyen képességpontokat, és ugye azok miatt van egy kicsit előrébb van. Na! Emlékszem a 3 Antónióra. Hát szerencsére emlékszem. Eléggé szomorú lenne, hogyha a tegnapi napra már nem emlékeznék. Jó, akkor kell a fejlámpám. És hát itt aztán tényleg elég komoly buli volt, úgyhogy szerintem kezdjük is a takarítást. Kezdjük is a takarítást. Egyébként pont azon gondolkoztam, hogy lehet, hogy az ilyen pizzás üvegeket meg ilyesmiket meghagyhattam volna az előző házban, mert hiába szemét, azért jól néz ki szerintem. Jó, mondjuk azért lehet, hogy a 10 napos állott pizza már annyira nem egy szép látvány, de ebben a játékban, hogyha jól tudom, nem romlanak tovább a dolgok, szóval igazából akár még dekoráció is lehetett volna. Hello, most jöttem, üdvözöllek akkor. És Luca írja, hogy már várja a holnapi My Show-t, hát akkor ott találkozunk, Luca. Nem tudom egyébként, hogy láttátok-e, ugye kiraktam egy linket, ami nagyon fontos, hogyha a holnapi nap jöttök a My Show-ra, és normál jegyet vettetek, mégpedig azért, mert ugye most a My Show-n úgy van, hogy csak azoknak van találkozási időpont, fix találkozási időpont a videósokkal, akik ugye gyémánt jegyet vettek. Viszont van egy teljesen ingyenes lehetőség arra, hogy normál jeggyel is tudjatok találkozni velünk, tehát nem kell megvenni csak emiatt a gyémánt jegyet. Mégpedig az, hogyha regisztráltok erre a Mastercardos programra, igazából, hogyha van Mastercard bankkártya a családban, akkor ugye tudtok rá regisztrálni, valószínűleg majdnem minden családban lesz ilyen, és akkor tudtok erre az ingyenes beszélgetésre, per dedikálásra jönni, úgyhogy mindenféleképpen nézzétek meg a jegytípusotokat, illetve azt, hogy regisztráltatok-e már erre a programra, mert nagyjából egy 100-150 ember tud csak bejönni, szóval nem szeretném, hogyha lemaradnátok erről, és aztán csalódottan távoznátok. Hogy vannak a kutyusaim? Mint minden nap ugyanazt tudom válaszolni erre a kérdésre, hogy nagyon jól érzik magukat, szerencsére. Azért a kutyusok nem olyanok, hogy tudnak panaszkodni arról, hogy most fáj a fejük, vagy ilyesmi, úgyhogy nekem úgy tűnt, hogy jól vannak a mai nap. Reggeliztek már, meg vannak, csóválják a farkukat, és most lustulnak éppen, mint mindig. Ugye erre a kérdésre tényleg nem igazából tudok bővebben válaszolni nektek. Hú, de jó lesz ez a kéró. Csak útban gyorsan benéztem, hajrá! Szia Pityu, üdvözöllek a streamben, köszönöm, hogy benéztél. Egyébként igen, szerintem is tök jó pofa lesz. Már csak karácsonyi díszekkel kell feldíszítenünk. Kit van már a menetrend? Igen, viszont lehet, hogy változni fog, mert most Bence is változtatott a vasárnapi napon, úgyhogy majd még meglátjuk, hogy a vasárnap hogy alakul, de elméletileg minden fix, amit eddig beírtam.
Úgyhogy ha lesz változás, akkor arról természetesen tájékoztatlak titeket, meg akkor teljesen ki fogom cserélni a fotót. Szóval mindig azt nézzétek, amit kiposztolok Instagramra, illetve YouTube közösségi posztba, és ugye azt, ami a Facebook borítókép. Itt még valahol mutat egy kis koszt, de nem igazából látom. Na, oké, sikerült eltakarítani, és még itt a radiátornál a párkány koszos. Milyen kutyusaim vannak? Két máltai selyem kutyusom van, illetve van ugye egy ideiglenes örökbefogadott kutyusunk, Léna. Mindannyian jól érzik magukat. Nekünk már volt olyan, hogy egy osztálytársammal elmentünk egy másóra, és nem tudtunk találkozni veled. Hát igen, Csongor, ezért is mondom, hogy igazából most erre külön fel szerettem volna hívni a figyelmet, hogy ne legyen aztán csalódás a rendezvényen. Úgyhogy remélhetőleg mindenkihez el fog jutni ez az információ. Illetve Dominikának is köszönöm még a csillagokat. Ezek az utolsó csillagjaim. Nagyon cuki vagy, hogy akkor ezeket mind nekem küldted. 3-ig tart a live, ugye? Igen, általában 2 órákat szoktam streamelni. Azt vettem észre, hogy ugye a 2 óra az, amiben tudok is haladni egy-egy játékkal, illetve ami még nektek is kényelmesen visszanézhető. Úgyhogy nagyon ritka az, amikor hosszabb live-ok vannak, úgyhogy 2 órás live-ra számítsatok a mai napokon is, illetve majd a többi napon is. Igazából akkor van 4 órás live, hogyha vagy nagyon belelendülök egy sztori játékba, vagy akkor, hogyha ugye olyan játékot játszok, amit nagyjából 3-4 óra alatt teljesen végig is lehet játszani, mert akkor nyilván jobb egybe az egészet. Hogyha valaki nagyon-nagyon kíváncsi, akkor se kelljen várni a folytatásra. Köszi Andi az infókat, bár én karácsonyra kaptam gyémánt jegyet, azóta várok, be vagyok zsongva, alig várom, hogy találkozzunk. Na, szuper, Luca! Illetve köszönöm szépen még Angélának és Anasztáziának, illetve Zsófinak és Luizának a megosztásokat is. Igyekszem beolvasni a neveiteket, viszont lehetséges, hogy nem tudom az összeset. Minden esetre tényleg nagyon szépen köszönöm, hogyha megosztjátok nekem a live-ot. Illetve, hogyha esetleg dobtok erre a streamre egy lájkot, azt is megköszönöm természetesen. Na jó, takarítsuk ki. És akkor még szerintem a párkány itt is koszos. Helyezd el az eszköz logó fények, hópehely, hosszú. Jó, akkor jönnek a logó fények. Logó fények, hópehely, hosszú. Csodálatos, jó. És akkor ebből van többféle szín is. Szerintem legyen akkor egy fehér, egy világos kék, és még egy világos kék. És akkor fehér legyen középen, és az tök jól néz ki. Mi az a májsú? Hát az valami májbetegséggel kapcsolatos dolog lenne. Mine, mint Minecraft, mine, és a show, mint show, tehát show műsor. Igazából egy Minecraftos rendezvény, ami holnap lesz ugye a Hung Expo-n. Lesznek kint videósok, köztük én is, és lesznek színpadi műsoraink, szóval ha nem szeretnétek lemaradni, akkor várunk titeket sok-sok szeretettel Budapesten a Hung Expo-nál. Na jó, ez most nagyjából jó, nem? Tehát, hogy úgy közé... Azt hiszem, hogy az egyik följebb van, mint a másik. Ezt mennyire lehet egészen a plafonhoz rakni? Mert akkor azért csak úgy szeretném. Bár mondjuk az is jól néz ki, hogyha az egyik egy kicsit lejjebb van. Mindjárt nézzük. Milyen kis hangulatos karácsonyi zene van, most vettem még csak észre. Takarítónő vagyok, úgy-úgy. Jó, de... Hát... Talán így most jól el vannak rendezve, nem? Ez még mondjuk mindig nincsen teljesen középen, és azt szeretném, hogy teljesen középen legyen. Ígyni! Ez már tetszeni fog a szülőknek. Ez a labda egyébként itt kell, hogy maradjon. Ezt a labdát is ide rakom. Csak hogy nehogy azt higgyék, hogy bent labdáztak a srácok a buli közben. Mennyire vagyok kibékülve a vékony Andival? Hát... Szó-szó. Na kell ide egy karácsonyfa, meg először el kellene mostom az ablakot, úgyhogy lehet, hogy talán azzal kellene kezdeni. Még a végén elfelejtem aztán, mit szólnak azok a szülők. Most segítenem kell egy ártatlan tinédzsernek. Hihetetlen, mi folyik itt ebben a játékban. Én a Győri videós találkozóra kaptam jegyet, és rajzoltam is neked. Na, hát akkor találkozunk ott is, ugye most lesz Győrben is majd videós találkozó, illetve még lesz egy My Cinema is, szóval január is... eléggé eseményekben dús hónap lesz. Tavaszi Playten viszont sajnos nem tudunk ott lenni, mert akkor lesz a tatabányai videós találkozó. Úgyhogy sajnos a tavaszi Playt most kimarad ebben az évben, viszont valószínűleg majd a télin ott leszünk. De azt majd természetesen kiderül. Karácsonyfa kellene nekem. Emlékeztető. Ó, fel se kell díszíteni, viszont ki tudom válaszolni, hogy hogy nézzen ki? Oké, milyen növényből legyen? Van havas karácsonyfa, van zöld, sötét zöld, vagy fűzöld. Talán ez a fűzöld lenne a legjobb, és itt mit tudok változtatni, minek a színét?
A csillagnak a színét, jó, akkor legyen ezüst, és szerintem az lenne a legjobb, hogyha ilyen kékes színekbe öltöztetnénk föl ezt a karácsonyfát, tehát ilyen hideg színekbe, tehát fehér, kék, zöld, ilyesmi. Lesz Tatabányán végre? Bizony, de egyébként voltunk már Tatabányán, csak ott más színema volt. Az első karácsonyi dísz, a második karácsonyi dísz legyen mondjuk hófehér, és a harmadik az pedig lehetne ilyen. A lánc, ami gondolom ez a boa, az pedig szerintem ez a szín, ez tök jó lenne. Girlandnak esetleg lehetne ilyen színű, mert úgy annyira nem látom a különbségeket, valahol például még mindig vannak rajta ilyen vöröses díszek, de szerintem így már jó lesz. Na, milyen szép kis karácsonyfát állítottunk össze. Mai nap fog felkerülni Roxy a Detroit Live, ezután a stream után már egyből visszanézhető is lesz, direkt úgy időzítettem, hogy 3 órakor már tudjátok nézni. Viszont lehet, hogy jó lenne egy kicsit átalakítani itt a szobát, mert hogy nem nagyon tudom sehova se lerakni ezt a karácsonyfát. Mármint ide le tudom rakni, de én azt mondom, hogy inkább találunk ennek egy jobb helyet. Azért csak jobb az, hogyha így a kanapéhoz közel van. Sőt, lehet azt csinálom, hogy kicsit ide húzom a kanapét. És akkor legyen ott a kandallónál. És akkor remélhetőleg így már majd normálisan el fog férni. Nekünk, igen, ezt már olvastam. Jó. Csak hallottam az ugatást, de rájöttem közben, hogy csak ugye az értesítések késnek, mert annyira kedvesek vagytok, hogy tényleg egy csomóan küldtetek lájkot is, meg megosztást, meg mindenfélét, és ilyenkor egy kicsit késnek ugye a kiírások. Nem tudja real-time-ba kiírni. Összes debreceni rendezvényen ott vagyok. Wow! Te aztán akkor nagyon lelkes vagy. Plate nem lesz Tatabányán. Videós találkozó lesz. Videóstalálkozó.hu, meg tudjátok nézni. Ezek teljesen különböző rendezvények, szóval azért mondom, a Plate egy videójáték rendezvény, a videós találkozó pedig nem videójáték központú. Úgyhogy mindenféleképpen nézzétek meg, hogy milyen rendezvényre jöttök, nehogy aztán csalódás legyen a vége. Jó, karácsonyi garland kell. Karácsonyi garland. Karácsonyi garland. Ha ezt tudom hamarabb, akkor szerintem kicsit hamarabb megejtjük ezt a House Flipper streamet, hogy van ilyen karácsonyi téma, de hát mindegy, szerintem azért így is jó lesz. Oké, és akkor ezt hova rakjuk? Ez valahogy így valamelyik ajtó fölé kellene szerintem. Lehet, hogy ez a bejárati ajtó? Ha ez a bejárati ajtó, akkor én ezt ide raknám. Már ha nincsen külön ilyen koszorú az ajtóra. Zalaegerszegről tudok valamit? Igen, lesz Zalaegerszegen is. Fel akarom gyújtani a fát. Igen, tiszta Sims, ugye? Szóval mindenféleképpen tényleg nézzétek meg, videóstalálkozó.hu. Rengeteg város fönt van már, kb. Az egész fél év fönt van. Szóval minden fontos infót meg fogtok ott találni, illetve azt is, hogy lesz-e a közeletekbe. Én is csak onnan tudom megnézni, fejből viszont nem tudom az egész évet, úgyhogy létszi, csekkoljátok, hogyha érdekel titeket. A harangból kell 2 darab is, úgyhogy én azt mondom, hogy az egyik harangot azt felrakhatnánk így ide, közé a 2 ajtó közé, a másikat pedig, másikat az hova rakjuk? Ide a tévé fölé. Mik vannak még? Mikulás virág, nagy ajándékcsomag, hosszú logó, függő, koszorú. Lesz még fagyöngy is. Jó, akkor én azt mondom, hogy a tévé fölé rakhatnánk egy ilyen harangot, csak ezt lehet, hogy nem így kellene, hanem inkább így. Kicsit talán úgy jobban néz ki, hogyha nem elforgatva van fönt az a harang. Érden nem hiszem, hogy lesz, mert Érd borzasztóan közel van ugye Budapesthez, és egyszerűen nem tudunk minden városba eljutni. Úgyhogy Budapest, ami hozzád legközelebb esik. Gondolj bele, hogy amikor én mondjuk egyik nap még Debrecenben vagyok, másik nap meg már Zalaegerszegen van rendezvény, mert volt erre példa, közel mennyit utaztam? Debrecen 250 km, Debrecenről vissza Budapesti 250 km, aztán még Budapestről Zalaegerszegre kb. 200 km, azt hiszem azon a hétvégén majdnem 1000 km-t utaztam azért, hogy ott legyek a különböző városokban, rendezvényeken, úgyhogy szerintem Érd Budapest 20-30 km távolság az nem annyira vészes. Na, szóval kell egy Mikulás virág. Okés, és ezt hova rakjuk? Hát remélhetően nincsen kis állat vagy kisgyerek, mert a Mikulás virág az mérgező. Viszont vehetnénk egy piros színűt, meg egy sárga színűt. A Mikulás virágot szerintem valahova az asztalra kellene rakni. Aha. Bár akkor mondjuk nem látják a tévét, az annyira nem biztos, hogy célszerű. Szóval szeretnék ide az asztalra rakni egyet. Jó, hogy 3 darabot is el kell helyezni. Akkor viszont rakunk még ide is egyet. Legyen egy fehér színű Mikulás virágunk is.
És akkor veszek ide még egyet, ami mondjuk lehetne ilyen krémszínű. Jó. Köszönöm szépen Imolának közben a csillagokat. Szijandi, te vagy a legjobb, tudnál pár tanácsot adni, hogy hogy játszom a Sims 4-ek gondtalanul? Előre is köszi, és jó játékot! Köszönöm szépen Imola a csillagokat! Hát Sims 4-et gondtalanul, nem tudom, hogy itt most pontosan mire gondolsz. Igazából, hogyha teljesíti a szimeknek a vágyait, akkor szerintem probléma nélkül tudsz játszani a játékkal, akkor nem fognak ugye hisztizni a szimek, mert általában azzal szokott probléma lenni, hogyha esetleg valami technikai kérdésed van, akkor viszont így hirtelen abban nem tudok segíteni. Esetleg, hogyha mondjuk laggol a játékod, akkor lehet, hogy érdemes egy kicsit lejjebb venni a minőséget. Nagy ajándékcsomagot viszont kellene vennem. Úgyhogy vegyünk is egyet. Ez így néz ki. Hát előre sajnálom azt a gyereket, aki ezt megkapja. Jó, legyen egy piros színű. És akkor ide rakjuk természetesen a karácsonyfa alá. És kell közepes méretű ajándékból is kettő. Én fogom kiválasztani azt, hogy mit kapnak karácsonyra, csodálatos, nem? Vagy én leszek a Jézuska. Közepes méretű ajándék. Na ez már sokkal inkább néz ki ajándéknak. Úgyhogy legyen egy kék színű. Meg legyen egy piros színű. Ezt be is tudom rakni a karácsony falá, jó király. Kicsit féltem, hogy oda nem fog beférni, mondjuk most annyira nem akarja oda rakni. Miért nem akarja jobban? Úgy. Oda szeretném, meg akkor legyen egy zöld-piros is. Ezt a radiátor mechanikot nem igazából értem, de már nagyon sokszor leírtad. Most még nem is szereltem a radiátort, de lehet, hogy majd lesz. Erre is példa, bár most ahogy nézem, csak tisztítani kell, takarítani kell, illetve berendezni a házat ilyen karácsonyi hangulatúra. Szóval annyira most nem kell szerelgetni. Aztán majd megnézzük, hogyha marad idő ezután a munka után, akkor valószínűleg viszont a házat fogom folytatni, amit tegnap elkezdtem. Viszont ezt sokkal jobban szeretném a fa alá berakni. Ami nem egyszerű, mert valamiért ilyen furán akarja elhelyezni ezt az ajándékot. Most mennyivel könnyebb dolgom lenne Sims-ben? Nyomom már egyből a altot, hát ha könnyebb lesz így. Köszönöm szépen közben Balázsnak, illetve Ádámnak még a megosztásokat. Hát, hogy tudnám ezt még jobban a fa alá berakni? Lehet, hogy ennél jobban nem fog sikerülni? Azt az egyet sikerült, a többi pedig akkor így jártam. Hát ez ilyen... Oké, sikerült. Kicsit el van dugva, de ott van az az ajándék. Fanni nem... volt fölösleges. Mondom, van egy teljesen ingyenes lehetőség arra, hogy tudjunk találkozni. Regisztráljátok a Mastercard kuponnal, és akkor a Mastercard előadásra be tudtok jönni. Ami valószínűleg csak dedikálásból fog állni, ugyanis hogyha sokan jöttök, akkor ugye nem beszélgetés lesz, hanem dedikálás, mert szeretnénk, hogyha mindenki elégedetten távozna a rendezvényről. Szóval kell egy hosszú logó függő koszorú. Hosszú logó... Most itt nem is látom. Koszorú, tehát írjak be, akkor csak be koszorú. Hosszú logó, függő koszorú. Aha, ez kell nekem. És akkor ezek igazából ilyen fénysorok. Ebből mondjuk lehet, hogy lehetne egy kis piros is, mert most már kezd ilyen nagyon hideg hangulatú lenni az egész. Ebből kell 6 darab. Hát ezt akkor én ide raknám föl a karácsonyfához, vagy így ide. Ugye megnézzük, hogy fog ez jól elférni. Hát 6 darab az inkább ide fog szerintem jól elférni, úgyhogy inkább ide veszem meg őket. Szóval ide veszek egy mondjuk pirosat, veszünk mellé egy fehéret. Aztán milyen színűt vegyünk még? Lehetne még egy rózsaszín is. Bár nem tudom egyébként, hogy vannak-e kislányok, kisfiúk, azok lehet, hogy nem a rózsaszínnek örülnének, de hogy az anyuka biztos örül majd a rózsaszínnek. És akkor legyen még mondjuk egy aranyszínű. Azt is mondjuk akkor úgy oda kellene fölrakni. A karácsonyfától olyan nehezen tudok díszíteni. Lehet, hogy igen, ezt kellett volna utoljára hagyni. Tudta a fene, hogy ezzel ennyi probléma lesz, de pont oda nem engedi már rakni, figyeld. Hát akkor viszont ide rakjuk. Ígyni. És akkor ezeket szerintem áthelyezzük, mert mondjuk ez így annyira már nem néz ki jól. Szóval akkor ezt inkább így ide. És akkor majd a karácsonyi vacsoránál tudják nézni ezeket a szép fényeket. Oké, és ide is jöhet akkor még egy, remélhetőleg ez itt pont ide el fog férni. Csak akkor egy kicsit úgy látszik, hogy egymásba kell őket csúsztatni. Úgyni, és akkor ezt tudom úgy rakni, hogy kicsit így kilóg, nem? Aha, akkor ezt így tudom elhelyezni. És akkor mindegyik, nem féleképpen valamelyik bele kell, hogy lógjon, de a kettőben nem tud? Hát ez így fura lesz. Akkor viszont ezt így ide rakjuk,
És akkor legyen még egy ilyen havas kék színű. Azt pedig oda a hűtő fölé szeretném elhelyezni. Jó, szerintem amúgy ez így hangulatos, viszont még egyet kell vennünk. Rendben, Áron, várlak a Stardew Valley streamben is. És akkor ide középre, akkor még veszek egy kéket. Így megvan akkor az összes fény. Hát elég érdekesen sikerült őket felhelyezni, de... az a helyzet, hogy én oda szerettem volna, viszont oda végig nem tudtam már a karácsonyfa miatt, és most annyira nem szeretném átpakolni az egészet. Trollkodd meg a fát, mint Minerva. Oké, mindenféleképpen. Bár az lehet, hogy nem tetszene nekik, és akkor ha nem fizetnek ki, akkor mondjuk elég sok pénzt elköltöttem ezekre a karácsonyi dekorációknál. Karácsonyi dekorációkra egy random embernél. Köszönöm a tanácsot, csak arra értettem, hogy a számítógép, amikor játszok, pár perc múlva fura hangot ad ki, és befagy az egész, és a gépem utána elindul, utána megint. Te mit tanácsolnál, mit tegyek? Köszönöm megint. Imola akkor valószínűleg túl melegszik a számítógépet, és ugye azért, hogy ne süljön le a processzorod, ezért ugye önmagát kikapcsolja, illetve amikor ugye már ugye visszahűlt, akkor újraindul az egész. Vedd lejjebb akkor mindenféleképpen a minőséget, nehogy valami baja legyen a számítógépedre. Jó. Szóval kell nekem fagyöngy, és akkor ezt hova rakjuk? A szülőkhöz egyből? Tudjátok, fagyöngy alatt szabad a csók? Ja, az ott jó lesz. Jó, akkor legyen egy diótörő. Milyen jól hangzik. Diótörő. És akkor ezt a diótörőt hova rakjuk? Ez vajon mekkora lesz? Nem túl nagy, nem túl nagy diótörő. Úgyhogy szerintem ezt berakom a két Mikulás virág közé. Egyébként szerintem egészen kis hangulatos lett. Hányan leszünk a Red Dead streambe? Hát valószínűleg ketten Bencével, aztán hogyha még esetleg akar valaki a barátaim közül csatlakozni, akkor lehet, hogy még többen. Telefonon is meg lehet csinálni? Nem tudom, nem játszottam egyelőre még a telefonos verziójával a House Flippernek. Mindenféleképpen nézzétek meg, hogy itt van-e. Ugye benne van-e a játékban ez a munka, és ha benne van, akkor tudtok vele játszani. Karácsonyi hógolyó. Karácsonyi hógolyó. És akkor ezt hova rakja, hogy ez egy hógömb ez a hógolyó. Hát ezt mindenféleképpen akkor erre az asztalra szeretném, viszont akkor középre. És akkor még kell karácsonyi koszorúk XL. XL méretben. Karácsonyi koszorú XL. Sajnos mennem kell, mennék, csak megyünk vissza a városba. Jövök még, rendben, Csongor. Köszönöm szépen a csillagokat, köszönöm, hogy itt voltál. Oké, és akkor még ezt a karácsonyi koszorút kellene egy kicsit átalakítgatnunk, ez viszont lehetne most piros és fehér mondjuk, mert ilyet nem vettünk még, és akkor ide veszek egy karácsonyi koszorút, és meg is van a nappali, illetve a konyha. Jó, én igazából elégedett vagyok vele, úgyhogy akkor, ó, mi történt itt a fürdőszobában? Nem akarom tudni, mi történt ebben a buliban, hogy ekkora nagy rumlit itt hagytak, illetve hogy milyen jellegű mocskokat kell most itt letakarítanom. 352 ezeret megért a kisrácnak az, hogy kitakarítsam a házat. Hát érdekes, érdekes. Jó, ez is megvan. És akkor már csak hol van? Kosz van, emelet is? Ez volt a fürdő, ezt megcsináltuk. Ezt a szobát is kitakarítottuk, bár itt talán az ablakot igen még le kell mosni. Érdekes, hogy azt most itt viszont nem jelezte a térkép, hogy koszos lenne az ablak. Szóval akkor úgy látszik, jobban körbe kell néznünk. Ó, oké, most, hogy bejöttem a szobába, így most már írja, hogy ide még azért kellenek dekorációk. Túl jó volt a buli? Lehet. Sok baltázás volt, arra gondoljak. Zuhajzó fölé kéne rakni a misztletót? Lehet. Jó, ide is kell egy karácsonyi koszorú, viszont akkor ide másfajtát rakok, itt akkor legyen kék. Ezt pedig akkor így ide. Ide is kell egy Mikulás virág. Úgyhogy lehet, hogy akkor ide ilyen sárgás színűt rakok. Azt pedig ide a nyuszik nem hagyjuk mellé. Elhelyezem, ez tükör vagy tévé? Valószínűleg tükör. Mindegy, karácsonyi kibírják, hogy nem nézegetik magukat a tükörbe. Aztán kell harang is. Abból kettő darab is. Aha, ez a harang. Szerintem akkor ez legyen kékes színű. És hova rakjuk a harangot? Egyet a párnák fölé. Az tök jól mutatna. De hogy látom ennyire... Ah, oké, oda most már lehet rakni. Viszont akkor ugyanolyan színűeket veszek. És akkor így lehet csengetni, hogy kérem ágyba a reggelit. Mégsem megyek el. Köszönöm szépen, Csongor, a csillagokat, illetve örülök annak, hogy akkor tudsz maradni. Éli beszabadult a buliba? Lehet. Beépíthető széles függöny is kell. Az mondjuk nem tudom, mitől lesz. Karácsonyi. Beépíthető...
beépíthető széles függöny. Legyen akkor fiúnak. Van ilyen, hogy lánynak? Fiúnak és lánynak? Nem, csak fiúnak van. Akkor az viszont legyen szerintem piros, mert itt piros az ágyikó. És azért nem akarom, hogy túlzottan akkor itt a hideg színek domináljanak. Gyorsan felszereljük a karnist. Harang, ez csak csengettyű. Igen. Én úgy tudom, hogy Tatabányán lesz, igen, nem Tatán. De mindenféleképpen nézzétek meg a pontos helyszínt, már a helyszín kint van, úgyhogy ott majd ugye rá tudsz keresni Google-be, és akkor meg lesz, hogy Tatabánya vagy Tata. Na, logolámpák, kis csillag, hosszú. Fantasztikus. Ennél szebb megnevezésre nem is lehetne ennek. Logolámpák? Logolámpák. Lámpák, kis csillag, hosszú. Ez kell. Oké. Ebből akkor veszünk egy rózsaszín színűt. Ezeket szerintem ide rakom. Ebből pedig négy színű kell, akkor legyen még egy fehér színű. Legyen még egy rózsaszín, és aztán pedig még egy fehér. Ott a sörös emót! Nagyon Sims feelinggel van a függönynek. Igen. Bár most nem én akartam eltakarni vele dolgokat. És akkor kezdődjön mondjuk úgy így, hogy fehér, rózsaszín. És kell még függő lámpák, Big Star hosszú. Függő lámpák, Big Star. Azt már le se fordították. És ebből a hosszú verzió kell. Legyen akkor ez is rózsaszínes színű. Ebből viszont csak kettő darab kell, úgyhogy egyet ide. És egy fehéret mondjuk ugyan ebből. Másik oldalra nem tudok rakni. Akkor viszont ezeket is így egymás mellé rakosgatom. Már ha van rá mód. Kicsit akkor ezt így arrébb helyezem, és akkor ezt nem annyira a sarokba el tudom rakni. Jó. Meg vagyunk akkor ezzel a hálószobával is. Mit kell még itt csinálni? Mert hogy nem írja, hogy minden kész. Itt nem látok többet. Ja, itt az ablakot nem mostam le a fürdőszobába. Jó, akkor viszont elméletileg, hogyha ez megvan, akkor be is tudom fejezni ezt a munkát. És nem. Mit kell még akkor itt csinálni? Fürdőszoba kész. Nappali konyhapulttal kész. Ide kell még... Ja, itt le kell most még az ablakot. Oh, oké. Okay. Nem tudtam, hogy az autónak is ennyire fontos, hogy tisztaság legyen a garázsban. Azért a rózsaszín lámpák az ágy mellett, tehát elég erotikusan hatnak. Olyat akartam, ami passzol a szobához. Ez a vörös ágynemű is elég érdekes. 100%-ot teljesítettük, 469.924.000 forint üti a markunkat, illetve még 81 fillér is. Úgyhogy azt mondom, hogy ez egy jó munka volt. Akkor most folytathatom a saját házamat, hogyha minden igaz. Hát nem gondoltam volna, hogy ez egy ilyen rövidke kis feladat lesz. Ugye tegnap lenyírtam a füvet, ami nagyon tetszett nektek. Jó hosszú idő volt, amíg lenyírtam a füvet, de most már csodálatos. Remélhetőleg nem hagytunk ki sehol sem, ugye egy kis fűcsomót sem. Hát mondjuk itt lehet, hogy vannak ilyen nagyon picike részek, de én azt mondom, hogy a fű úgy is nő, úgyhogy majd azt még talán esetleg rendbe hozzuk. Viszont nem tudom, hogy itt voltatok-e még a stream végén, én ugye befejeztem a konyhát is, ami ilyen lett, remélem tetszik nektek. Illetve micsoda összegek egy takarítónőnek, ugye, hogy ugye, Adrian? Egészen megérős ebben a játékban takarítgatni. És akkor szerintem folytassuk a többit is. Ugye itt nekem van egy garázs, illetve van itt egy kisebb szoba. Na ezt a kisebb szobát vajon mire fogjuk használni? Ennek ki kellene találni valami klassz funkciót. Vagy akár azt is csinálhatjuk, hogy ugye átrendezzük a falakat. És egyben nyitjuk ezt a kettőt. Hogy legyen itt egy nagyobb szobánk. Vagy ez fürdőszoba lesz, és akkor ide még építünk egy falat. Fürdőszoba nincs is ebben a házban. Ó, ez lenne a fürdőszoba, oké. Akkor viszont mi legyen itt? Kiüssük a falat szerintetek? És akkor legyen itt egybe egy nagyobb szoba? Vagy találjunk ki ennek is, meg ennek is, ennek a szobának egy külön funkciót. Igazából lehet egy hálószoba, és külön valami, vagy a hálószobában egybe valami. Videóstúdió legyen. Hát videóstúdiót már majdnem ott csináltunk igazából. Itt van gamerszék, meg mindenféle ilyesmi. Gyerekszoba. Nem kő gyerek. Nincsen nekem párom ebbe a játékba.
Üssük ki, igen. Az igen, az üssük ki. Kicsit azért még megvárom, mielőtt itt elkezdek bontani. Nagy szoba, kiütni a falat. Jó, akkor kiütjük a falat. Teljesen rám van bízva. Ez az én házam, az én váram. Így legalább nem kell glettelnem. Legyen egybe, oké. Akkor kiütjük. És akkor ez itt tök jól fog mutatni. És akkor ide pedig... szerintem... ezt az ajtót eltüntetjük. Bár, hogyha itt nincsen ajtó egyből a garázshoz, akkor azért nem baj, hogyha egyből nyílik a háló. Bár az fél néz ki, nem, hogyha a hálóból egyből be lehet menni a autóhoz a garázsba. Aztán ki tudja? Itt volt a jelzése a falnak. De nekem ilyesmire nincsen szükségem. Ilyenkor amúgy eltűnik tényleg ez a jelzés, hogyha a saját házamat alakítom át. Ez a sárga jelzés. A térképről, vagy mindig jelezni fogja, hogy amúgy itt egyszer volt egy fal. Jó, szerintem ez így jó lesz. Kezdjük el akkor kiglettelni. Oké, váltás vakolásra. Szedünk egy kis cuccot rá. És akkor nézem, hogy hol kell vakolnunk. Itt biztosan. Hú, és egyből ilyen nagy területet elkezd vakolni. Király. Lehetne nappali. Akár az is lehetne, de mondom, nincs ilyen hálószobánk. Nappalinak pedig szerintem azért az egy túl kicsi hely lenne. Úgyhogy ez ilyen egybe hálószoba és ilyen nappalinak is nevezhetjük majd szerintem. Illetve van egy kanapé például a dolgozó szobában is. Szóval oda is tudok esetlegesen várni vendégeket. Jó, szerintem ott is kell majd még glettelni. Szerintem után kipróbálom a House Flippert. Hajrá, Zsófi! Örülök, hogyha tetszik a játék. Köszönöm szépen közben Rékának is még a 10 csillagot, illetve Helgának a megosztást. Na! Gyorsan akkor még ezt megcsináljuk. Először a glettelést szeretném, hogy aztán majd tényleg gond nélkül tudjuk felújítani a teljes házat. Ott voltam az előző playten, többször is találkoztunk, láttunk titeket még mielőtt elkezdtétek volna a színpadi programokat, de nem mertünk oda menni hozzátok. Ó, hát legközelebb nyugodtan, Viki. Bár ugye nagyon gyakran az van, sajnos, hogy sietünk egyik programról a másikra, mert eléggé szorosan van beosztva ugye az időnk, tehát hogy szinte mindig csinálunk valamit. De hogyha azt látod, hogy csak nézelődök, ilyesmi, nem sietek, nem céltudatosan indultam meg egy irányba, akkor nyugodtan gyertek oda. Jó. Az autót is amúgy lehet mosni. Ó, az autót is lehet mosni. Imádom, a seprűvel végig keféljük az autót. Igazi polírozás történik most itt, kérem szépen. Csodálatos. És az autón is jelzi amúgy a mocskot. Ezeket a guminyomokat is el kell tüntetnem? Ha úgy látszik, a guminyomokat is el kell tüntetni. Vasárnap megkapom a House Flippert, nagyon tetszik, jó játékot akkor hozzá előre is. Milyen furcsa lenne, hogyha egyszer észveszük, hogy Andi egy videós találkozón elkezdené kijutni a falakat. Hát az tényleg fura lenne. Valószínűleg nem is annyira értékelnék a helynek a tulajdonosai. Hogyha én ott nekiállnék House Flipperezni. Bár takarítani azért nem szoktam csak úgy nekiállni. Főleg nem idegen helyeken. De szerintem ezzel nem vagyok egyedül. Annyira azért nem vagyok rendmániás. Jó, most ott a párkányt is sikerült letakarítani, itt volt még pókfonál. Tök egyébként, hogy a pókfonalakat így külön jelzi. Miért adjam el az autót? Dehogy adom el az autót? Gyönyörű ez az autó, nem akarom eladni. Tetszik? Szép kis Audi utánzat. Nem akarom eladni. Szeretem az autókat, sőt. Talán még annál is jobban. Úgyhogy nem szeretném eladni. Az ilyen rendezvényeket mennyit szoktál lenni általában, mennyi idő van rá? Hát általában egy fél óra órát szoktunk kapni ilyen ebédidőnek. De ez általában azért szokott rövidebb lenni, mert ugye sokszor megállítotok, még úgyis ott van az étel a kezünkbe. És nyilván ilyenkor igyekszünk azért még aláírni nektek ilyesmi. De azért egy fél óra, egy órát szoktunk általában kapni. Azt nézem, hogy itt van ez a piásüveg, ami gondolom szemét, szóval el kellene takarítani. Szóval rip piás üveg. És mi van még itt, amit jelez problémásnak? Az autó alatt van még a kosz. Föl tudom emelni bármikor, meg tudom nézni. Kinyitjuk a garást, kiviszem az autót a kertbe, és akkor utána megnézzük. Az autót fogom vezetni? Hát nem hiszem, hogy lehet. De egyébként az király lenne. Jó, kell akkor nekem... Itt nem tudok már itt takarítani kint a kertbe.
nem festés kell, hanem bejövök, és akkor itt már tudok takarítani. Szia Zsombor, üdvözöllek a streamben! Bernadettnek pedig nagyon szépen köszönöm a megosztást. Made in China Auto, vagy Audi, igen. Hát ez ilyen kis kopi, Audi kopi. De jól néz ki, amúgy nekem tetszik. Andi csak úgy megemeli az autókat. Hát látod, sokat gyúrtam, edzettem erre a streamre. Fel tudjak bármikor kapni egy autót is. Úgyhogy ja, és egyből átvált kertislagra. Ez nem lesz egyszerű így akkor kitakarítani. De így elméletileg akkor most már a garázs tiszta. Úgyhogy már csak azt kellene, hogy visszahozom az autót. És akkor megnézzük, hogy esetleg még mi van rajta, ami koszos. Hát a hátulja az eléggé koszos. Úgyhogy gyanítom, akkor még azt jelzi a térkép. Igen, most az autót jelzi már csak koszosnak. Még mindig kint itt érzékel, úgyhogy így tudom csak letakarítani. Jó problémás ez az autómosás. Aha, teteje is koszos volt. És akkor gondolom még itt a motorháztető, vagy mi lehet rajta, ami mocskos. Valahol még itt jelzi. Lehet, hogy itt. Fölállok a kocsi tetejére, úgy mosom le. Ez még annyira nem tesz neki jót szerintem. Na most itt hol? Őszintén. Itt még valahol jelzi, hogy koszos lenne, de a kereke, vagy milyen? Ez érdekes. Jó, sikerült. Oké. Most már akkor tiszta a kocsi, tiszta a garázs, csodálatos. Bár az életben is így lehetne emelgetni az autót. Ugye, hogy ugye? Nem teszek el polcokat a garázsba, de egyelőre most a takarítást szeretném befejezni. És akkor utána kifestjük a szobákat, és a legvégén jön a dekoráció. Mert akkor biztos, hogy jut mindenre idő, és nem fogom elkapkodni. Jó. De majd fel kell szerelnünk egy radiátort. Meg akkor itt is még le kell takarítani a dzsuvát. Viszont miután megvettük a mintádból az oldaltáskát, szerencsére tudunk még a végén találkozni, így most van rajta aláírás, kiraktam Instára is, lájkoltat is. Na, az király Viki, örülök akkor, hogy végül is akkor úgy sikerült találkozni. Garázsban legyen téglafal? Hát lehet, hogy akkor az lesz, majd még kitaláljuk közösen, hogy milyen legyen. Segítsetek majd, hogy milyen színű legyen a szoba, meg minden ilyesmi. Szeretném veletek együtt kidíszíteni. Ha már streamelem és nem csak magamnak játszok, akkor nyilván szeretném, hogy ti is részt vegyetek ebben az egész játékban. Takaríts kertet! A kert már megvolt az előző streamben. Tegnapi nap egy jó órán keresztül igazából azzal foglalkoztam. De lehet, hogy akkor majd ültetünk virágokat, meg ilyesmiket majd, hogyha még marad idő. Ebben a streamben viszont szeretném befejezni ezt a házat, hogy a következőben már ne ezzel kelljen foglalkozni, hanem akkor már egyből tudjunk ugye a új munkákra összpontosítani. Fürdőszoba nem kell, ez itt a fürdő. Viszont szerintem itt is meg fogjuk változtatni a csempét, meg minden ilyesmit, mert annyira ez szerintem nem néz ki jól. És nem csak azért, mert koszos, hanem úgy egyébként is. Nem igazából tetszik nekem ez a csempe. Megérte a sok úszás a Sea of Thieves-be. Hát látod, kikockásodtam. Egyből már autókat is emelek. A következő az lesz, hogy a Sea of Thieves-be a hajót is felemelem. Mármint a nagy hajót, nem a kicsit, nyilván. Nincsen Detroitos autó? Az menő lenne ilyen önvezető autót venni. De szerintem ebbe a játékba sajnos nincsen, pedig tök király lenne. Jó koszos az a fürdő? Hát ne is mondd. Nem tudom, kiktől vettem meg ezt a házat, de annak ellenére elég drága volt. 26 millióért vettem meg, és nagyon-nagyon dzsuvás. Meg szerintem nem is olyan jó a fal elrendezés, szóval... Azt kell, hogy mondjam, hogy talán egy kicsit drága vétel volt. Ez a házikó. 26 millióért azért szerintem már az ember kap ennél jobb állapotút is. Jó, és akkor már csak itt kell letakarítani, ha minden igaz, de lehet, hogy ezt itt majd glettelni kell. Ha itt még koszos a padló, és még van valahol itt pókfonál, illetve egy kis kosz. Oké, és ott a sorosom ott. Igen, szoktak általában evés közben is jönni az emberek. Nyilván megértem, mert ugye, hogyha mondjuk lekésnek a dedikálásra, és mindenféleképpen szeretnének velünk találkozni, akkor érthető, hogy ugye, amikor meglátnak egyből odarohannak, csak igen, evés közben annyira nem kellemes a dolog. Szóval, ha esetleg szeretnétek egy jó pontot szerezni nálam, akkor evés közben, ha lehet, akkor ne. Zavarjatok. De egyébként minden máskor nyilván lehet. Tehát azért is vagyunk ott, tudjunk találkozni. Na jó,
bőn itt is kell glettelni, vagy ezt már ki lehetne festeni. Ajtó viszont még kellene. Szóval akkor meghagyjuk azt, hogy így mondjuk a hálószobából egyből be lehessen jönni a garázsba, szerintetek? Hm? Vagy legyen az, hogy csak a garázs ajtón keresztül lehet, és akkor ide építünk egy teljes falat. Mondjuk, ha azt csináljuk, akkor lehet, hogy ezt itt meg tudnám hosszabbítani. Bár lehet, hogy amiatt nem lehet, mert hogy ugye a garázs ajtó az eléggé nagy. Na, kíváncsi vagyok a véleményetekre. Ebben a házban mi került 26 millióba? Valószínűleg a kert. Mindjárt kész a ház. Hát, meglátjuk, meglátjuk. Mindenesetre addig ide felszerelek egy radiátort. Illetve tudok gyorsabban takarítani. Vagy van jó felmosó. Ez mondjuk jól hangzik. Aztán kertésznek is van most, amit tudok fejleszteni, legyen akkor a gyorsabb telepítés. Legyen ajtó. Mosókonyha, hát... Csak a garázs ajtó. Ne tegyél ajtót. Ajtó vagy fal? Igen, ez a kérdés. Legyen ajtó. Ne legyen ajtó. Hát ez most így elég nehéz eldönteni, mert... Igazából majdnem ugyanazt írjátok. Renátó, hogyha akadozik, akkor egy kicsit vedd lejjebb a minőséget, nekem nem jelzi a program, hogy probléma lenne. Illetve valószínűleg akkor sokkal többen írnák, hogy probléma van a live-val. Csak a garázs ajtó. Jó, akkor viszont szerintem ide építünk egy falat. És akkor ide tudunk rendesen. Már ha tudok ide falat építeni, mert abszolút nem biztos. Lehet, hogy nem engedi. Kevés a hely ahhoz, hogy ide halad. Ó, oké, akkor azért nem halad, hanem falat. Akkor itt viszont ajtónak kell lennie. Akkor viszont... függöny is jó. Végül is. Akkor viszont ide veszünk egy ajtót. Amit egyébként így is meg fogok találni, hogy ajtó és ablak. És akkor ide... vetnénk mondjuk egy ilyen fekete színű ajtót. Íben színű ajtót. Így jönni. És akkor egyből, ahogy fel kell az ember, hogyha nagyon siet, akkor már tud sietni ugye az autójához is. És ide is kellene egy ajtó, ami szerintem legyen fehér színű. Úgyhogy ajtó és ablak, és akkor legyen ez a külső ajtó. Ez a külső ajtó fehér színű. Ez mindig azt hiszem, hogy ilyen kültéri ajtó. Pedig egyébként nem. Mert hogy nincsen rajta ilyen fogantyú. Viszont ha már úgy raktam le a ajtókat, hogy... Aha, ez így nem lesz jó. Ezt eladjuk. És akkor fordítva. Mégpedig így. Jó, ez így szerintem már sokkal jobban néz ki. Viszont akkor ide szerintem elég egy bejárati ajtó. És akkor legyen akkor úgy, hogy ide építjük a falat. Hogy ne úgy nézzen ki hülyén, hogy egyből... Ugye itt ajtóról ajtó nyílik, de ide se tudok rakni. Kevés a hely. Miért kevés itt a hely? Ez fura, itt miért kevés a hely? Miért írja azt, hogy ide kevés a hely? Mi az, ami akadályozza az ajtó? Vagy ez a lámpa? Ez a lámpa úgy rohadt csúnya, úgyhogy inkább eladom. Így most már? Így se lehet. De miért kevés itt a hely? Ezt nem értem. Azt hiszem, hogyha fölül kibontottad volna a falat, akkor le tudtam volna rakni. Igen, az a baj. Jó, kibontjuk, megnézzük. Ezen nem újjon. Mindjárt megnézzük. Szóval akkor most itt lehet falat építeni? Hát most is azt írja, hogy nem tudom ide építeni. De most tud. Aha, jó, akkor csak meg kellett várni a törmeléket. Köszönöm szépen a segítséget. Ezt nem tudtam, hogy így nem lehet falat építeni, előtte ki kell verni ott fölötte. Jó. Akkor viszont, ahogy mondtam, itt az összes falat kiverjük. És akkor ezt itt egy szintbe hozzuk, remélhetőleg azt azért meg lehet csinálni. Igen, a felső falat ki kell bontani. Köszi szépen, közben akkor már rájöttem. És akkor egy kis kés is ugye a streamben. És akkor ezt is kiütjük. GG, köszönöm szépen, Viki! új ügyességpontot is kaptam. És akkor nem lesz ilyen hülye kacifántos falunk. Az úgy sokkal jobban fog kinézni, hogyha egyenes falak vannak. Hát most
most mit mondjam? Jó, lebontom a falat, nem kiverem a falat, de... Na. Srácok, srácok! Ilyen kora délután már egyből ilyen rosszaságokkal jár az eszetek. Tegnap Eden Club biztos megártott nektek a Detroitba. Na jó, én inkább nem is mondok semmit. Tű, de erős valaki, köszönöm szépen. És ott a szívecskés mazad. Az a kalapács ismerős egy zeneklipből. És a brikkek nem? Lelkes rajongó lettem. Ú, András, gratulálok! Üdvözöllek akkor itt a streamben. Tegnap nem tudtam itt lenni, mivel rokonoknál voltunk, pedig vásárolni. Utána pedig vásárolni, de végre itt vagyok. Na, hát üdvözöllek, Réka. Sajnálom, hogy lemaradtál a tegnapi streamekről, de természetesen visszanézhetőek itt már Facebookon, illetve majd YouTube-on is azok lesznek. Na jó, én már szerintem ez sokkal jobb. Azon gondolkozok, hogy lehet a fürdőszobát is amúgy. Akkor kisebbre vehetnénk. Mosogatót lehet ide rakni, zuhanyzót, radiátort. Hát mondjuk ezekre azért lehet, hogy szükség lenne. Bár én nem nagyon fogom ezeket használni, de akkor is. A nyalakodás nyomot hagyott benned? Azt nem szeretném kitakarítani, Gréta, ha nem baj. Jó, akkor melyik szobával kezdjük? Fürdővel? Vagy ezzel az előtérrel? Ide viszont még kellene egy ajtó. És azt még talán jó lenne megvenni, illetve a rombolásnál nagyobb erő kell, triceps, úgy. Hogyan lehetünk lelkes rajongók? Úgy tudsz lelkes rajongó lenni, Attila, ezt egyébként a Facebook osztogatja ezeket a jelvényeket, hogyha sokszor itt vagy a streamekben, írsz ugye kommentet, reagálsz, reakciókat nyomsz, tehát mondjuk belájkolod a streamet, és akkor úgy kapod a lelkes rajongó rangot. Hogy pontosan mennyi után osztja ki a Facebook, azt sajnos nem tudom, de az biztos, hogy így működik. Szóval itt van egy radiátor, meg itt van egy radiátor, szerintem akkor elég egy darab. Mégpedig akkor ide, és akkor veszünk ide egy radiátort. Radiátor. És fel is szereljük. Na, végre! A jó kis fürdőszobai radiátor. Fürdővel kezdjem? Előtérrel. Fürdő, fürdő. Jó, a fürdőt egy kicsit többen írtátok. Úgyhogy én akkor azt mondom, hogy akkor nézzük meg a fürdőszobát. Gyorsan ezt a radiátort még megcsinálom. És akkor megnézzük a fürdőt. Jó. Magamra is zárom az ajtót. Nehogy aztán itt leskelődjenek az emberek. És jó, akkor első körben szerintem válaszunk csempét. Fal, és fali csempe kell nekünk. Milyen színű legyen a fürdőszobánk? Elég nehéz egyébként szépet választani. Ebben a játékban nem nagyon vannak szép csempék, sajnos. Esetleg lehetne ilyen kék színű, vagy legyen narancssárga. A narancssárga az nem volt szerintem annyira szép. Ennek biztos Antóni az oka. Az biztos, legyen jacuzzi. Hú, hát Zsófi, nem tudom, hogy lehet egy jacuzzit venni. Stardew Valley-ban mennyire ritka a kék csirke. Hát, valaki össze kell hozzá barátkozni, és akkor kapsz kék csirket. Ha a void csirkére gondolsz, akkor az ugye a boszorkány tudja neked oda varázsolni, illetve lehet venni Krobusztól. Bordó. Az se rossz. Skarlát kerámia csempe, legyen ilyen skarlát színű. Kék, kék, kék. Kéket többen írjátok. Van ez a lila örvény mintás kerámia. Van ez a kék téglalap. Na, megnézhetnénk ezt a kék téglalapot is, hogy ez milyen. Aztán meglátjuk. Aztán amúgy itt is lehet nyilván trükközni, hogy másképp rakjuk föl. Ez amúgy annyira talán nem rossz, de mindegyik olyan... Olyan... Hogy fogalmazok? Olyan nagymamám fürdőszobája csempe. Tehát, hogy ennél azért vannak sokkal modernebbek is manapság. Viszont ebből van fehér színű, tehát hogy akár így lehetne trükközni vele. Szóval fali csempe, és akkor ebből kellene nekem az, amit a konyhában is használtunk. Ami melyik volt? Kék téglalap. Aha, akkor ez ugyanez félbe van vágva. Világos, kék, fehér téglalap. Oké. Szóval lehet akár azt is csinálni, hogy ide mondjuk fehéret rakunk belőle. És akkor egy kicsit így talán dizájnosabb tud lenni. Kétszer csempésztem le ugyanazt a felületet, de nem lett vastagabb a fal. Fantasztik! Becsukod az ajtót, hogy senki se leskel, hogy a előző live-ban azt mondtad, hogy nincsenek barátaid. Kiket szereztél? Majd bemutatom. Ne aggódj! Még egyelőre nem tudom. Szoci csempe. Amúgy igen. Eléggé olyan.
Ez egyébként jó megnevezés, nincs pón is. Hát ez nem a Sims sajnos. Vagy ez így akár még jó is lehet. Ez az fehér. Valami van a fejemen, talán egy sityak. Az elképzelhető, sőt van egy ilyenem is, figyelj. Még világítani is tud a fejem. Szóval így tudnám esetleg elképzelni, hogy azért van benne egy kis játékosság, de... Azért ez se az igazi, szerintem. Sosem késő időben elkezdeni a nagymamás dolgokat? Köszönöm szépen, ez igazán biztató volt. Na nézzünk akkor még ilyen fehér csempét. Köszönöm szépen közben Tomának, illetve Anettnek a megosztásokat. Cserébe küldök szívecskét. Igen, Instra üzenetekre nem tudsz nyilván stream közben válaszolni. Szóval légy legyetek türelemmel, illetve az ilyen sziamizű jellegűekre nem nagyon szoktam, mert ugye az Instagram olyan, hogyha elfogadom a privát üzeneteket, akkor onnantól kezdve egy chatti alakul. És nagyon kellemetlen az, amikor az embernek folyamatosan pittyog a telefonja. Úgyhogy ha esetleg valami komolyabbat írtál, vagy valami komolyabb kérdésed van, akkor azt inkább e-mailbe írd meg nekem, kérlek, mert azért az könnyebb kezelni. Meg az jobban meg is marad. Instagramon azért ilyen napi 20-30 privát üzenetet legalább kapok. Ott a maszat! Imádom amúgy, annyira aranyos az a kis matrica. Lehet maszatosból is kellene majd még több. Na jó. Azért ez így jobb, nem? Mármint, hogy határozottan jobb, mint ami volt. De talán jobb, mint hogyha teljesen kék lenne az egész. Tipik úgy néz ki, mint a Tesco. Ó, ez is Tesco lett, tényleg kék-fehér. Most már szegény Osant is izé nem akarom cserbe adni, úgyhogy a következő Osan színű lesz. Köszönöm szépen Irmusnak és Annának is még a megosztásokat. És most annyira nem figyeltem én hülyen, hogy a fehérrel kezdtem ezt tovább pakolni. Szóval kék csempe kell nekem. És kicseréljük. Ez még szerencsé, hogy most már ilyen gyorsan megy a csempézés. Ugye raktok lámpát? Persze. Rakok majd azt is, csak első körben a csempézéssel szeretnék végezni. Úgyni. Hát amúgy tényleg elég teszkós lett ez is. Vagy IKEA. Az kék-sárga lenne, nem? De egyébként igen. Most is matrica. Hát az annyiban lenne különbözőbb, hogy lenne egy mosni. Madaras Tesco. Tényleg, bocsánat. Jó, szóval kell akkor nekem egy olyan, hogy padlózat. És lehetne akkor akár ez. Ez így a kettő átmenete amúgy. Mármint, hogy ez ilyen félig kék, félig fehér. Lehet ezt kellett volna telibe használnom. Sőt, lehet a fehér helyett inkább ezt a falra. Szerintetek maradjon a fehér, vagy kicseréljem erre a világos kékes színűre? Melyik néz neki jobban? Na, I'm back! Szia Bence, üdvözöllek! Sárga legyen a padló, ha már IKEA. Ez majd kikerül YouTube-ra? Igen, Angéla, természetesen. Igyekszem minden streamet visszatölteni, viszont most elég sokkal el vagyok maradva, mert egy-kettőt meg kell vágnom. Például ugye a Őslények Parkja streameket. Tipikus strandos tusoló. Fehér-fehér, világos kék, maradjon, cserélt ki, fehér-fehér. Gyönyörű. Hello, szia, üdvözöllek, maradjon fehér, maradjon, maradjon. Jó, akkor marad a fehér, és ha a padló, akkor legyen ez a világos kék? Vagy a padló is akkor legyen vagy ilyen sötét kék, vagy fehér. Vagy jó ez a hatalmas nagy színözön, ami itt van. Azt még azért megvárom, csak akkor azt jelenti, hogy a padló maradjon, vagy a padló legyen ilyen színű. És akkor azt úgy tudni fogom, hogy akkor most még melyikre válaszoltok. Lap. Lap. Lapú levél. Teljesen jó. Konyha milyen lett? Mindjárt megmutatom. Ez jó, ez jó, ez jó, jó így, maradjon jó minden. Maradjon jó így, legyen tarka. Maradjon, maradjon, maradjon. Jó, akkor tetszik nektek. A két padló így keverékbe tökéletes. Na jó, akkor ide veszünk egy lámpát. Hogyha ennyire tetszik nektek, akkor marad ez. Szóval akkor kell egy lámpa, és van olyan kellene, ami fürdőszobába is jól néz ki, úgyhogy mindjárt nézzünk valami olyat. Mind a kettő maradjon, jó? Sauna lámpa. Amúgy az nem is annyira rossz, de talán ilyen fénycsövet kellene venni, és akkor ezt
tudom akár úgy is rakni, hogy a csap fölé, most kérdés, hogy hol lesz a csap? Mosogatót szereltek ide, ide zuhanyzót szereltek, ide mosógépet. Na és a budi hol lesz? Inkább akkor ezt így ide rakom. És akkor most már fel tudom kapcsolni a lámpát. Ja, ez így jó lesz. Mosógépet viszont akkor lehet, hogy kitörlöm. Az zuhanyzó az megmarad, ezt is kitörlöm. És akkor vegyünk ide egy jó zuhanyzót. Egy gyönyörű szép zuhanyzót. Mindjárt megnézem, milyenek vannak. Szóval kell egy fürdőszoba. És akkor melyiket válasszuk? Van ez a Kors beépíthető zuhany. Omni beépíthető zuhany. Ez az Edwin beépíthető zuhany. És van ez a sima beépíthető zuhany. Nekem igazából ez a kör alakú tetszik. Úgyhogy szerintem én azt választanám. Azért vagyunk itt, ha nem tudsz dönteni, mi itt vagyunk. Úgy-úgy, Reni. Köszönöm szépen közben MS-ének is a megosztást. Szóval szerintem veszek egy ilyet. És akkor ez lehet kék. És a kerete, a fekete lehet, aha, jó. Akkor viszont legyen ez a szín. És akkor az zuhanyt ide elhelyezzük. Illetve akkor be is szereljük természetesen. A legdrágábbat. A legdrágább, mert nem mindig néz ki jól, az a baj. Várjál, 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 ez most nem a fa... Nem. Ez nem jó, ez nem jó. Nem lehet esetleg azt csinálni, hogy ezt arrébb helyezzük? Nem, ezt most csak felszerelni lehet. És ilyenkor el se tudom adni. Fel kell szerelnem, hogy aztán el tudjam adni. Ójjaj. A Kors tetszik nektek a legjobban. Akkor viszont lehet, hogy kicseréljük. Akkor legyen a Kors. Hol van? Fürdőszoba. És a Kors. Oké. Mondjuk ebből van kék színű. Az üvegje lehet kék színű. Jó. Akkor ez lesz az. Ez is ugyan körzvony, szóval igazából... I'm fine with it. És akkor ezt így ide. És akkor ez már remélhetőleg a fal mellett lesz. Konyha milyen? Mindjárt megmutatom, az már készen van. Azt az előző stream végén befejeztem, ugye a tegnapi House Flipper streamben. Jó, a Korsot még egyszerűbb is volt beszerelni. Szóval a konyha az itt van, és ilyen lett. Szerintem egyébként egészen hangulatos. Végül engedtem, és lett rendes sütőnk is. Ha felszereled, akkor mozgathatod. Ó, oké. Lehet Tesco-t is, Tesco-s kiflit is venni szuvenírnek? Hát csak a zsömi kifliét, ne. Azt ne akarja senki. Viszont ez amúgy nem ad túl sok fényt. Ide első körbe kellene egy radiátor, de nem fürdőszobai radiátor kell. Lehet, hogy akkor ezt eladom, és akkor egy fürdőszobai radiátorra kicseréljük. Szóval kell nekem egy olyan, hogy felszerelés... Fürdőszobában, vagy hol van a elektronikus felszereléseknél, ugye? Nem. Hol van a radiátor? Hol van a radiátor? Padló, bútor, berendezés, lámpa... Berendezésnél esetleg? Mosdó, ha itt vannak, vízvezetékrendszer, törölköző szárító radiátor, ez kell. És akkor ezt így egyből ide föl tudom szerelni az zuhanyzóhoz. Na most mi van? Ez mit csinál? Ja, azt hogy ja, gőzölög, oké. Megijedtem, hogy valami történik, ami nekem nem tetszik. Radiátor és fürdőszoba radiátor. Oké. Csak ezt ide föltom szere... Ez most belelóg egy kicsit az zuhanyzó? Olyan remélhetően nem. Az ők elég fura lenne. Zsömi kiflia. Hát Zsöminek a fokhagymás kiflia az epic. Az nagyon csúnya volt. Nagyon másnak nézett ki, és nem fokhagymás kiflinek. De szerintem ismeritek a sztorit. Boiler eladó oca. Ez most belelóg az zuhanyzóba. Így most már át tudom helyezni, azt mondtátok. Azt mondtátok. Nem igazából látom, hogy ezt át lehetne helyezni, az a baj. Ez most így nagyon fura, nem? Olyan, hogyha belelógna. Vagy nem lóg be. Most ez be tudom menni az zuhanyzóba. Most ezzel így mi van? Belelóg. Igen, én is azt látom. Most ezt el kell adnom. Remek. De a radiátort tudom úgy rakni, hogy így akkor. Jó. Így már csak nem fog belelógni. Remélhetőleg.
Szia, mi újság? Én töri érettségi tételek kidolgozásával töltöm a szünet hátralévő részét. Szia, Bianca! Köszönöm a kérdést, én meg vagyok. Sok sikert egyébként majd az érettségihez. Igazából a mai nap, ahogy mondtam, a postást vártam egész nap, remélhetőleg meg fog érkezni. És remélhetőleg észreveszem. És még ügyességpontot is kaptunk, király, jó. Akkor ezt be kellene váltani szerintem a gyorsabb szerelésre. Szerelni többet szerelek, mint vakolok. Itt viszont még valahol van egy kis kosz. Hol van a kosz? Az ablak? Ó, az ablakon van egy kis kosz, tényleg. Ez időközben lett koszos? Vagy csak nem vettem észre? Oké. Azt nézzétek! Új seprűm van! Hát ez mennyivel királyabb, mint az a felmosó? Így nem lóg bele. Én nem látom, így nem lóg bele, látjátok? Ott van egy inci-finci kis rés. Szerintem az úgy jó. Köszönöm szépen közben Ádámnak a megosztást. Jó. Szerintem ez így jó lesz. Szóval akkor, ami még kell, az egy WC, amit lehet ide lenne érdemes elhelyeznünk. Szóval kell egy toalett. És akkor kell egy berendezés, és egy olyan, hogy WC vízvezeték rendszer kiépítése. És ide szeretném a WC-t. Csak a falhoz, rendesen. Jó. Na, itt nem akarom tudni, hogy az a gőz az micsoda. GG, köszi szépen! Postás vártad egész nap, és még az ügyességpontot is kapta. Hát, látod? Szóval akkor kell nekem a fürdőszobába egy toalett, ami... Hát melyiket vegyük meg? Van ez az Emi WC, van a Kamu WC, Kamu WC, van az Enu WC, és van ez a sima beszerelhető WC Fair, beszerelhető WC Standard, meg a Flatty. De azt hiszem a Flatty az gyerek WC. Szóval e közül a három közül kellene választani. Igazából, most mondjam, hogy melyik tetszik. Szóval, nem tudom, WC közül azért elég nehéz dönteni. Kamó, legyen a kamó, kamó WC. Majd izé közben hallgatjuk, hogy ding-ding. Igen. Lehet az lesz. De azért remélem nem akkor fog jönni, amikor éppen streamelek. Jó, akkor a kamú WC-t föl is szereltük. Elég kamú. Úgyhogy szerintem jó. Oké, és hogyha jól láttam, volt ott WC papír adagoló, úgyhogy lehet, hogy azt érdemes lenne még megvenni. És nem is más házáról beszélünk, de saját, mindegy, nem a saját házam, persze. Szóval, WC fül, WC papírtartó. Oda egyet, jó. Zseniális, és hogyha az ember felül, jobb kéz felül van, jó, hogyha jobb kezes az ember, akkor az ott jó is. Köszönöm szépen Norbertnek a 10 csillagot! Szia, mi újság? Szia, Norbi! Köszönöm szépen a kérdést, jól érzem magamat. Nincs okos WC, ez sajna nem a Sims. Szóval ezt se lehet áthelyezni, szóval nem tudom, hogy akkor mindegy, jó lesz így. A régi csonthülyes pottyantos. Na. Fürdőszoba. Stay focused. WC fogantyús papírtartóval, de ezen nincsen papír. Van krem WC papírtartó is. Szóval szeretnénk még egy csapot, vagy hát egy mosogatót, amit talán ide lenne célszerű felszerelni. Szóval kell egy olyan mosogató vízrendszer, amit szerintem így a WC-vel szembe föl is rakok. És ezt el kellett fordítani. Ja, hogy aha, igen, így. Oké. És akkor kell egy mosogató. Fürdőszoba, és akkor itt melyiket válasszuk? Na most ezek közül nekem ez a Mederiánsz tetszik, meg ez a Lamont. Esetleg még ez a... Ez. Szóval... Szerintetek melyik? Téged hívlak, a házat akarnék építeni. Köszönöm szépen, András! Jól megy a DC szerver? Na, az király. Van egyébként igen Discord szerverem, hogyha esetleg szeretnétek csatlakozni, akkor egy kicsit lenyitjátok a posztot, egyből ott van egy link, és akkor tudtok csatlakozni, és akkor így akár streamek közben is tudtok beszélgetni. Ugye egymással szóban is, illetve ismerkedni egymással. Jó, akkor ez lesz, és akkor ezt szerintem fehér színűbe vesszük meg. Vagy a munkalap lehetne akár, hát legyen fehér, mert kéket, fehéret használtunk, akkor legyen ez. Nem lesz amúgy itt túl sok hely. De azért szerintem ez így jó. Kicsit talán ez még beljebb megy, és akkor az úgy jó is lesz. Aha.
Igen, ez beljebb megy, jó. Most itt melyiket? Ezt először. Először az anyát, aztán a csavart. Vagy alátétet, hülye vagy. Jó. Itt már folyik is a víz, ez a kedvenc részem, amikor minden tiszta víz lesz. Oké, és akkor még itt mit kell? Melyiket kell ilyenkor csavar? Ja, ezt, oké. Ezt is bedugjuk akkor. Itt még valami kell neki. Ja, ezt nem dugtuk be, oké. Ezt is rá. És akkor ezt oda be. Ezt így ide, úgy oda, úgy oda. És már csak remélhetőleg rá kell rakni. És akkor már csak föl kell, hogy töröljük itt ezt a vizet. Mert hogy közben itt elkezdett folyni. Ezt ki kell nyitni? És ezt miért kell nyitogatni? Jó, oké. Már azt hittem, hogy ez itt örökké folyni fog, mondom, az, hogy eléggé kellemetlen. Ide pedig szeretnék akkor egy tükröt. Azt nem tudom, hogy az vajon hol lesz. Lámpa, vajon fürdőszobánál kellene azt keresnem a tükröket? Mert azt nem igazából láttam, de biztos van tükör a játékban. Mindjárt megnézem, hogy van-e, esetleg még itt megtaláljuk. Úgy vannak ilyen szaunás cuccok. Törölköző. Ó, az tök jó. Még akkor is, hogyha ez szaunához kell, akkor is szerintem tök jó lenne venni egy törcsit, csak... ez hova lehet rakni itt az ablakba egyedül? Ez annyira nem király. Viszont... jaj, most berakta oda alá. Aha. Mindegy, valóban elhelyezik a törcsit. Igen, a karácsonyi felkérés már megcsináltam. Azzal végeztünk az első fél órában, és akkor úgy voltam vele, hogy akkor fejezzük be azt a házat, amit ugye az előző streamben megvettem, és akkor befejezzük. Szóval falnál mik vannak? Gipsz? Nem. Kiegészítő. Gyerek, cuccok, konténerek. Amúgy itt vannak ilyen szemetes kosarak. Meg szennyes kosarak. Aha, ez kellene akkor egy szennyes kosár, ebben mondjuk egy fehér színű, ilyen fonott szennyes. Azt akár ide is rakhatnánk. Ígyni. És akkor az úgy tök jól mutat. Aztán mi van még, amilyen klassz kis kiegészítő lehetne? Konyhásnál esetleg van tükör? Bár valószínűleg nincs a konyhában tükör, konténereknél nem hiszem, hogy lesz. Könyvek vannak, óra. Az se szerintem fontos. Meg van kuka. A kuka az mondjuk lehetne ártana. Ilyen kis Lorenz szemetest vehetnék. Ez ilyen nagy. Nincs ebből kisebb. Ilyen fürdőszobai szemetes. Padló. Bútor. Nem. Kiegészítő. És itt kell a szemetes. Fémszemetes Panteó. Ez talán kisebb, de ez meg ilyen... nem, ez is rohadt nagy. És akkor mi legyen? Vegyek a mosdó mellé kis szekrényt. Akár amúgy polcot is vehetnénk. Mindjárt megnézem, hogy mik vannak. Csak szeretnék mindenféleképpen egy szép, egy valóban szép, egy ilyen fénycsövet veszek. Szóval egy valóban szép tükröt, azt keresek. Jó, oda is felszereljük. És akkor így már elmé... komolyan be kell mennem, majd mindig az új zobajt fel kell tölteni. Jó, oké. Oké. És az most feljebb is van. Great. Akkor ezt viszont lehet, hogy szintén feljebb rakjuk. Ígyni. És akkor kapcsoljuk fel a villanyt. Még szerencsére nem kell kinyitni az ajtót. Így most már van itt rendesen fény. Függöny! Függöny, viszont itt a rövidebb kellene, vékony, rövid függöny, és akkor legyen ilyen kék, ékszínkék színű mondjuk. Epic fail, köszi szépen! Jó, és akkor ezeket még ide föl. Na, amúgy szerintem ez tök jól néz ki, és akkor még kellene nekem egy tükör. De hol vannak a tükrök? Dekoráció? Nem. Ott növények vannak, gazok össze-vissza. Kép és fénykép, nem. Nekem tükör kell. Srácok, help! Aki ismeri ezt a játékot? Hol vannak a tükrök? Hol vannak a tükrök? Ellátásnál? Nem hiszem. De vehetek mogyorót. Mondjuk mogyorót amúgy vehetnénk a konyhába. Hát, ha addig megírjátok. Jó, egy jó mogyorót!
Ha veszel villanykapcsolót, akkor egyszer lehet kettő is. De most így is működik. De tényleg, másnál nem volt. Horog van, meg tábla. Tükör! Itt a tükör! Itt a tükör. És már nem érdekel, ha van több is. Ez az! Magamat nem látom benne, továbbra is vámpír vagyok, nem baj. Azért nem akartam rákeresni, mert féltem, hogy nagyon sokféle van. Látod, van többféle is, a másnál van. Jó. Lamont! Ó, ezek még talán jobban is néznek ki. Nem, ez nagyon kicsi. Szóval más. És akkor... ez a tükör van. Most megint csak ezt látom. Lamont tükör, Medarians tükör, régi módi tükör, Shannon tükör. Ez mondjuk jobb. Ja, ez jobban tetszik. Jó, akkor ezt eladjuk. És ezt áthelyezzük. Cuki vagy, Hunor, de légy színe, spamelj. Látom, amit írsz. Nagyon cuki vagy. Csak nagyon zavaró, hogyha mindenki ugyanazt látja, hogy három soronként úgy te írsz, és ugyanazt írod. Úgyhogy léci, cuki vagy tényleg. Na, szóval, mi kell még nekem? Itt a másnál van olyan, ami illik fürdőszobában? Sauna, homokóra, ilyesmit. Jó, hát annyira nem vagyunk még gazdagok, hogy szaunánk legyen. Szappan. Az mondjuk nem árt. Csak ezt se lehet fölrakni erre. Mi értelme van ennek a fürdőszobai izének, hogyha nem tudom rárakni? Jó, akkor veszünk egy polcot. A polc az minél van? Polc bútoroknál, jó. Bútor. És a szekrényeknél van a polc. Aha, itt van. Függönyt el lehet húzni? Belátnak? Szerintem nem. Szerintem nem. Lehet sajnos elhúzni, pedig az tök jó lenne. Na jó, akkor egy jó polcot szerintem nézzünk ide. És lehet ezt az up-ot, meg ezt a down-t megnézhetnénk, bár ezeket úgyis el lehet forgatni, szóval nem igazából értem, hogy miért van külön-külön. Van cipős szekrény, azt viszont majd vehetnénk oda az előtérbe. Van pelenkázó, hát arra nincs szükség, szerencsére. Lógó szekrény. Jó, én azt mondom, hogy vegyünk akkor egy ilyen polcot. Így ide mondjuk. Még ezt így el is lehet így forgatni. Sőt, akár azt is meg tudom csinálni. Veszek még egy ilyet, és akkor hogyha ezt így elforgatom. Na, azt figyeld, akkor majdnem olyan, mint hogyha itt lenne egy rendes... Nem. Viszont ez így talán jobban mutat. Mert hogy akkor látszik nyilván, hogy nem egybe vannak. És akkor erre csak rá tudok már pakolászni, legalábbis remélem. Erre már fölfér erre a polcra ez a törcsi. Vagy csak a földre le lehet lerakni? Már komolyan mondom, itt már felugrálok mindenhova. Na jó, akkor lehet, hogy ettől a törölközőtől meg szabadulunk, mert ez már tragédia. Igen, lesz ma még Stardew Valley, illetve Red Dead Online. Úgyhogy várlak titeket oda is sok-sok szeretettel. A szappan se tudom... Na jó, túl magasan van a polc, vagy most mi baja van a játéknak? Vagy a polc az nem arra van, hogy az ember pakolja rá dolgokat? Én tudom rosszul? Minden nap tanul valami újat az ember, hogyha esetleg azért van a polc, hogy csak nézegessük. De én azért örülnék, hogyha tudnám használni is. Jó, Bence, azért szoktam kérni pont az ilyen dolgok miatt, ugye, hogy mikor vannak a streamek, hogyha esetleg nem kaptok értesítést, akkor is értesüljetek róla, szóval mindenféleképpen érdemes megnézni a menetrendet. Úgyhogy sajnos nem tudok mit tenni azzal, hogyha nem kaptok értesítést. Ha legelején mindenki kapott, aztán most valahogy nem, de nézd meg azt is, hogy pontosan hogyan állítottad be az értesítéseket, mert nem biztos, hogy úgy van neked beállítva, hogy mindenről kapjál értesítést, és azért nem kapsz. Ezt viszont nem tudom hova rakni, ezt a szappant, tehát ez hihetetlen. Hihetetlen, de tényleg. Köszönöm szépen közben Mártának, Flórának és Barbinak is a megosztásokat, jár nektek is a szívecske. Dámra nem lehet új rárakni, király. Ezt a hülyességet. Jó, akkor polc, bútor, és akkor nekem az app kell? Folipolc app, remélhetőleg.
Így, és akkor most már rá lehet rakni? Most már tudok rárakni dolgokat? Mondjuk ezt a szép virágot? Mondjuk ez baromi nagy ez a virág, úgyhogy valószínűleg ezt nem fogom tudni rárakni. De mondjuk, hogyha ezt kicsit följebb tudnám rakni, akkor itt tudnám alárakni a virágot, és akkor lenne itt egy kis dekoráció is. Már ha ad rá lehetőséget a játék, nem tudom ezt jobban, nem mert gondolom. Így se, így oda tudom forgatni, jó? Közelebb tudom rakni. Oké, és akkor oda kellene nekem szappan. Remélhetőleg így most már tényleg rá tudom rakni. Köszönöm szépen a segítséget, hülye vagyok. Minden nap tanul valami újat az ember, nem szégyen az ilyesmi. Szóval akkor... hol voltak még az egyéb ilyen dekorációs cuccok, ami ilyen mindenféle a másnál, ugye? Van még horog, gyertya, kék, két hattyús szobrocska. Az is nagyon szép, igen, az három lógótörölköző. Na, ez kell nekem, csak ez nem feketébe, hanem legyen mondjuk szürkébe. Csak ilyen nagyon depis színekbe van. Király. És akkor szóval rakjuk így ide. Mondjuk itt nem rossz. Legyen egy kék, meg egy fekete. Úgyni. És akkor erre a polcra azért még rakhatnánk dolgokat. Mindjárt megnézem, mik vannak még. Így már rámegy a rolle törölköző? Rolle! Ott a rolle! Itt a rolle, itt ott a rolle! Jó. Viszont akkor a szappant lehet közelebb rakhatnám, amúgy a csaphoz. Úgy, ni. Kezd egész pofás lenni. Mosógép! Kézzel mosok, én olyan házi asszony vagyok, hogy kezzel mosok. Flancos úri dolog ám mosógépet használni. Nem fér el ebbe a fürdőszobába, szóval nem szeretném erőltetni. Nem akarok túlzottan zsúfolt fürdőt. Viszont ezt a macskás képet nyilván megveszünk, mert ez kell a fürdőbe, ez elengedhetetlen kellék. És akkor szeretnénk még a polcra, akkor most a down kell nekem. Abból is a fehér. És akkor így meg már remélhetőleg tudok a felső részére is pakolászni. És akkor mindjárt megnézzük, hogy mi van még a milyen fürdőszobai cucc, és esetleg megfeledkeztünk róla. Gondolom akkor másnál kéne keresni. Fogkrém, tényleg, fogkrém, sampon, ilyesmik, testkrém, balzsam, mi egyebek. Most megint azt nézem, hogy erre viszont nem lehet. Nem, akkor erre itt is az ápra kéne, aha. Akkor erre hogy lehet pakolni? Könyörgöm, feltapasztom, hozom az izét, a gyors ragasztót? Vagy ezt is így meg kell forgatni, de akkor ez meg ugyanaz. Most direkt másikat vettem. Ugye megnézzük, hát ha. Nem lehet rárakni. Jó, akkor ez ilyen díszpolc. Nekem úgy is jó. Akkor csak egy testkrémet veszünk. Meg szappant. Jó lesz az! Oké, így. Na, milyen lett a fürdős rácok, szerintetek? Azért ezt már úgy elfogadná az ember, nem? Ha van balzsam, akkor van jobb zsam is? Jaj, ne. Lábtörlő, tényleg a tusolóhoz egy szőnyeg. Ez jó ötlet, köszi szépen a tippet, szóval kell nekem egy olyan, hogy még egy első segélykészlet is lehet jól jön. És már lassan teljesen kikészülök. Szóval azt gondolom a berendezésnél lesz. Jaj, hol vannak a... Nézzék, mindjárt megnézzük. Szőnyeg. A szőnyeg az a bútor Nem, várj, a szőny... Majdnem tudok írni. Szőnyeg a padlónál van. Oké. Padló, szőnyeg. Körszőnyeg. Meg itt vannak ilyenek, de nekem olyan kéne, ami ilyen igazi fürdőszobai. Úgyhogy lehet, hogy ez a körszőnyeg kellene. Kékben mondjuk. Ígyni. Meg akár a WC-hez is vehetnénk mondjuk egy fehéret. Nem? A WC-hez nem tudunk venni fehéret. Akkor csak így. Ingyen bármit elfogadok. Azt gondoltam. Na, jó, szerintem akkor ez így király. Akkor jöjjön most itt az előszoba. És akkor ezt kellene kifestenünk rendesen. Szóval festés, és akkor keressünk ide valami színt. Milyen legyen az előszoba színe? Ide rendes falfestéket szeretnék, tehát nem csempét vagy ilyesmit.
Nagyon jól néz ki, az előző csillagém elvesztek valahol. Sajnálom, René, tényleg most látom, hogy küldtél csillagokat. Köszönöm szépen, illetve Marcinak, Milánnak és Reninek is a megosztásokat, illetve Zsuzsinak is. Cukik vagytok. Rendben, András! Szóval, mondjuk ez a panelcsomag világos, ez jól hangzik, csak... Nem tudom, hogy panelcsomagot akarunk? Vagy lehetne ilyen világos barackszínű? Szerintem az amúgy jól mutatna, mindjárt megnézzük ezt a világos barackot. Mert hasonló színeket írtok, világos barna, legyen tapéta. Mindjárt megnézzük ezt, hogy ez milyen szín. Mindenhova függöny. Látom, ez a függöny nagyon megmaradt nektek. A Simsből. Ha valamit nem tud az ember elrejteni, akkor csak vegyen egy függönyt. Az mindenre megoldás. Ami egyébként részben igaz is. Pónis nincsen? Raknék én pónisat, de ez nem a Sims. Lemerült a telefonod? Nem baj. Még szerencsé, hogy töltőre tudtad rakni. Köszi szépen, hogy itt vagy. Köszönöm szépen Nicolette-nek is közben még a megosztást. Ez jó. Rendben, Lili, várlak vissza. Úgyhogy szerintem, igen, ez jó ez a szín. Ez ilyen előszobába pont passzol. Viszont az ajtót rosszul raktam le a fürdőben, most nézem csak. Most látom csak, úgyhogy azt majd még ki kell még egyszer cserélni. Majd lehet, hogy akkor a tapétázást kipróbáljuk a hálószobába. Én most ide valami egyszerűbb szint választanék. Jó, ezt eladjuk, és akkor veszünk ide egy normális ajtót. Ajtó, ablak, és ez kell. Viszont úgy, hogy ez így legyen, és akkor úgy, hogy ne látszódjon, ha lehet. Na, sikerült megint rosszul leraknom. Hogy kellene, hogy így? És akkor itt nem látszik? Itt se, jó, király. Na, jól van lerakva most már az ajtó is. Most is lesz pókos szoba? Majd meglátjuk. Viszont ezt a izét elveszem, és veszünk ide valami sokkal szebb lámpát. Valami sokkal modernebbet, viszont szerintem mennyezeti lámpa kellene ide, és akkor lehetne akár ez a lámpacsík, ez hogy néz ki? Mindjárt megnézzük, aha. És ez mennyi fényt ad nekünk? Egész sokat, egész sokat. Veszek belőle még egyet, és akkor azt így ide. Egy színben vannak, király. És akkor így most már olyan világosság van, hogyha bejövünk, hogy lesz bőven hely. Oké, ezt szerintem most már eladhatjuk. És akkor padlót is szerintem megváltoztathatnánk. Mindjárt megnézem, milyenek vannak. Panel, padlószőnyeg, szőnyeg. Padlólap kellene szerintem. Vagy a paneleknél. Fehér panel. Ez jól néz neki. Nézzük csak meg. Nem néz ki jól. A fejemben jól nézett ki, nem így képzeltem el. Jó, akkor viszont vissza a padlóra, és... Legyen barna, vagy sötétebb színű. Ez a sötét volt, ugye, alapból? Szóval... nem, ez a mahagóni volt? Vagy ez a sima barna? Ez a fenyőszínű, ez milyen? Ugye, megnézem. Hát, ez se valami szép. Olyan világosság van, hogy lesz itt bőven hely, ugye? Padlóra le! Jó, padló, és akkor itt kell nekem egy olyan, hogy... Palisander, vagy a barna. Ja, megnézzük, lehet a barna marad. Jó, marad ez a barna. Sikeresen felvilágítottad a szobát, sötétség eltűnt, még te is megvilágosodtál, ugye, hogy ugye? Szerinted jó volt a fehér luca? Én attól félek, hogy ez olyan nagyon izé, olyan... Már ilyen... Mint hogyha mennyországba lépne be az ember. Vagy nem tudom. Jó, cipős szekrényt szeretnék, azt láttam, hogy van. Cipős szekrény. Van kicsi. Ez a gyerekes, nem? Ami a babáknál volt. Mármint, hogy annál. Jó, biztos a bútoroknál van. Illetve a szekrényeknél. És akkor van ilyen, hogy saroktévés szekrény, stílusos komód, cipős szekrény fogassal. Ez kell nekem. És akkor ez, mondjuk lehetne ilyen fekete, nem, legyen fehér-fekete. Vagy lehetne még ilyen,
Ilyen narancssárga. Az már igazi tényleg ilyen szoci szín lenne. Szóval ilyen cipős szekrény fogassal szerintem az így tök jó lenne, ide csak hova? Ide tudnám egyedül elhelyezni. Ez olyan fura, hogy az ember bejön és nem egyből ott van. Az ajtót nem lenne áthelyezni? Mármint, hogy így úgy, hogy akkor mondjuk nem itt van az ajtó, hanem itt tudnánk annyi helyet hagyni, mondjuk ezen az oldalon. Lehet, hogy akkor most itt falat bontok már, ha ezt le lehet bontani. Nem, ezt a falat nem lehet lebontani. Csak a köztes falakat. Pokolhoz áll közelebb? Nem kiabálok, ha kiabálnék az ilyen lenne! Nem kiabálok, mert fájni fog nektek. Szóval valószínűleg csak hangos a videó, úgyhogy egy kicsit vedd lejjebb a hangerőt. Bocsánat, csak ez a kiabálás dolog, ez nekem olyan fura, hogy azt hiszek, hogy kiabálok, és az tök más. És ordibálni se ordibálok. És ilyen rip headphone users, már mindjárt jön. Áj, nem tudom, hova rakjam. Ablakot sem tudom kivenni. Oh, bocsánat, ez fájt, bocsánat. Szóval nem kiabálok, csak ezt akartam megmutatni. Igen, szerintem ezt hagyjuk. Valami kisebb szekrény kell ide sajnos. Cipős szekrény. Van ilyen cipős, hát legyen ez a sima cipős szekrény szerintem. Ah, ez így jó, nézzétek csak, és akkor egyből ott van egy ilyen kis cipős szekrény, be lehet rakni a cuccokat. Köszönöm szépen a megosztásokat, srácok. Ígérem, most már tényleg csendbe leszek. Így fogok suttogni, jó? És akkor még egy ilyen ruha akasztót is rakhatnék. Ó, oh, bocsánat! Köszönöm René a csillagokat! legalább láttuk, miért nem játszol Rage Game-ekkel. Igen! Valószínűleg azért, mert az nektek se lenne jó. Mit le... volt hajszárító, és azt nem is vettük meg a fürdőbe. Ezt amúgy falra lehet szerelni, vagy csak így föl lehet valóban rakni? Azért hajszárító azért csak kellene. Ide rakjuk az ablakpárkányra, jó? Ott jó helyen lesz. Inkább az éjjesze már? Hál' az égnek nem fejhallgató volt rajtam. Nem, nem akarok éjjesszamárt. Éjjesszamárt. Na nézzük, mit lehetne esetleg még ide venni. Mert ez most egy nagyon semmilyen még jelenleg. Szerintem azért tudnánk sokkal szebb ilyen előszobát is csinálni. Sauna van még itt, tükör, lábtörlő. Na, azt tényleg kell. Az egy fontos eleme a házaknak. Ha valaki vendégségbe jön hozzám, akkor le tudja törölni a mocskos lábát, és ne kell annyit takarítanom. Éles hangom van, mint Siriusnak. Nem tudom, hogy ezt most bóknak vegyem-e. Ez most House Flipper. Igen, House Flipperrel játszunk éppen. Még nagyjából egy fél órán keresztül. És akkor utána egy két óra pihit kérnék tőletek, és folytatjuk ugye Bencével, Stardew-vel, utána pedig még Red Dead Online-ozunk egy kevés két. Nem tudom amúgy ide, mit lehetne venni igazából. Nem látok itt semmi olyat, ami úgy igazán illene egy előszobába. Ti mit vennétek még ide? Mondjuk ilyen karácsonyi cuccokat lehet venni, meg ilyesmiket, de esetleg annyi. Mondjuk ilyen izét, ilyen ajándéktáskát. És akkor olyan, mint hogyha mindig bevásárlásba jönnék haza. Ilyen papírtáskát úgy oda. Egybe lehet venni, vinni. Kandalló, tehát szerintem az már nagyon hosszú lenne. Nekünk bent van a lábtörlő, kint is, bent is, és akkor biztos lejön a lábadról a mocsok. Nem tudom, hogy itt kint el lehet-e helyezni ezeket a cuccokat. De lassan kiderül az, hogy minden dolgot, amit csinálok, az nektek furcsa. Pedig nálam ezek tök normális dolgok az életben. Szóval kezdem egy kicsit furcsának érezni magamat. Nekünk bent is van. Sőt, leginkább bent van lábtörlő. A akasztófát? Aha. Gondolom a játékra gondolsz.
mik vannak még esetleg itt? Dekoráció. Hát még egy gazt vehetünk, ja. Meg egy fali képet, és akkor azzal úgy meg lesz telítve a szoba. Nincs túl sok dekoráció. Legyen egy ilyen drakena. Legyen egy ilyen drakena. Cserepes virág, igen. Olvasol a gondolataimban. Szóval ide esetleg vehetnénk egy ilyen cserepes virágot. Úgyni, meg akkor még veszek egy fali képet, és akkor szerintem az úgy jó. Vagy itt az emlékeztetőnél meg tudom nézni. Hát, ha itt esetleg van valami olyan, ami jól mutatna. Mondjuk ez aranyos, ez a lavos cucc. Aj, nem a csókos vécét vettük meg, srácok, nem a csókos vécét vettük meg. Olasz szerető ágy. Mi? Rajongás ágy. Jézus. Oké. Okay. Na ez viszont izé, ez ilyen lerakhatós cumó. Ez a lavos. Ide veszünk egyet. Na milyen jó lett! Rendben, megnézem Balázs, mindenféleképpen köszönöm szépen a csillagokat. Nem nagyon volt most időm sajnos foglalkozni. Nem tudom, hogy lesz-e időm sajnos a Discordra, mert ahogy látod, a mai nap is 6 darab, vagy 6 órás streamet csinálok. És utána már olyan hullafáradt szoktam lenni, hogy általában nincs rá időm, holnap például májsózok egész nap. Úgyhogy nem azért, mert tojok rátok, hanem azért, mert egyszerűen időm nincs. És amikor pedig már végzek mondjuk a 6 órás streamen, akkor mondjuk inkább Bencével szeretnék lenni, ami szerintem megérthető dolog, de igyekszem rátok is időt szakítani a streamek mellett is. Jó van, bocsánat. Jó, mi van még itt? Csak ne menjünk át erőszakosba. Péles. Szeretnék akkor egy fényképet. Még ide valami szép fotót. Mondjuk Ámorról. Nem, valami olyat kellene, ami jó egy ilyen izébe is. Előszobába. Mondjuk ez a kép madárfűben, kép erdő a vízfelületen. Vázásvirág. Aha. Jó. Levantónio. A virág fölé egy virágos képet. Jó. Ez szerintem amúgy király. Vagy akár vehetnénk olyan szőnyeget is, ami padló szőnyeg, és akkor ilyen hosszúkás. Csak ebből csak a zöld van. Mert amúgy az sem mutatna rosszul. Tudom, csak már annyiszor kérdezted, majdnem minden nap megkérdezed, és egy kicsit így azért mondom, hogy megvan az oka, miért sajnos nem tudok minden egyes napot lenni veletek. Remélem megértitek. Hát esetleg még így ezt tudom, de ez nem tetszik. Van olyan szőnyeg, ami padló szőnyeg, és akkor sötétkékben van hosszú, meg van ez a klasszikus, meg van ádum. Jó. Ezt a sötétkéket viszont még megnézhetnénk. Akár így is. És akkor veszek belőle még egyet. Csak az a baj, ezeket így nem lehet egymásba folyatni, mint a Sims-be, pedig úgy lenne az igazán király. Ígyni. Aha, úgy meg már azzal nem lesz jó. Akkor viszont marad az, hogy ezt így ide középre rakjuk, csak az a baj. Nem, ez hülyén néz ki, hiába akarom középre rakni, az az ajtó nincsen középen, és ezért sose lesz úgy igazi. Úgyhogy akkor ide vissza. A welcome-ot. Kicsit most Sims-beütés van, ugye? Tetszik az előszoba? Köszönöm szépen. Igyekeztem szépre megcsinálni. Szóval ez a zöld van egyedül, ami esetleg jó lehet, mert ez egy nagyobb szőnyeg. És akkor ezt úgy nagyjából tudom középre is rakni. Hát, nem tudom. Jó, oké, ez most szerintem így jó lesz, aztán majd meglátjuk. Mindig ott vagyok veletek szívben, úgy-úgy. Jó, szerintem akkor ez így jó lesz. Mármint, hogy nekem ez így most tetszik, ez az előszoba, jöjjön akkor a háló. És akkor milyen színű legyen a hálószobánk? Srácok, melyik szín tetszene nektek?
fal, és akkor itt ki lehetne választani egy csomó félét. Én mondjuk a festékre mennék, de hogyha azt mondjátok, hogy legyen mondjuk tapéta, akkor az is megoldás. Csak ahogy látom, ezek inkább kinti tapéták, nem? Mert nyilván a bambuszos az nem, meg a keleti mintás, meg a hullámos. De ezek ilyen nagyon nagy isak. Vagy nem tudom, mindenhová függöny. Köszönöm szépen Norbert a csillagokat! Becinek leszem a streamje. Persze, Eszter, hát együtt fogunk streamelni, ahogy mondtam. Szürke legyen a ház belseje, vagy hát az izé. Ezüst szürke van, acél szürke, ami szürke, és van erdőpermet. Jó sokféle szín van. Mondjuk csináljuk úgy is, hogy mondjuk szürkés, és akkor mellé választunk valami tapétát. Legyen mondjuk ilyen ezüst szürke, mindjárt megnézzük, ez milyen szín. És akkor lehetne úgy, hogy mondjuk ezt a falrészt, ezt tapétából csináljuk meg. Megnézzük. Aztán majd kiderül. Egyébként nem rossz ez a szürke. Hasonló színűre szeretném majd én is lefesteni a szobámat. Aztán majd meglátjuk, milyen lesz. Panelcsomag sötét. Egy jó sötét panelcsomagra befizetnék. Elég hülye hangzik. Visszatértem. Szia Lili, üdvözöllek. Remélem jól érzed majd magadat. Liba fost szület. Igen, az kellene. Az is nagyon elegántos lenne. Jó. Oké, és itt is akkor még lefestem szürkére, és akkor ezt a részt pedig kitapétázzuk, és akkor lesz tapéta is, meg rendes falfestés is. Köszönöm szépen, Gyula, neked is a 15 csillagot. Nekem is ilyen lesz a szobám. Na, az tök jó, Jászmű. Amúgy nekem tetszenek ezek a szürkés színek. Szóval jól fog ez kinézni, ne aggódjatok. Na, neked is örülök, hogyha tetszik, Jászmin. Jó, oké. És akkor majd még kellene valami padlót is választani emellé, viszont ezt szerintem majd tudunk világosabb padlót is választani, ami tök jó lesz. Én nem szeretem a lila színt, azért nem akarok lilát használni. Majd esetleg, hogyha lesz olyan megrendelés, akkor úgy is kell, de én nem rajongok a lila színért. Ha nem haragudtok meg. Jó, és akkor mindjárt meg is vagyunk ezzel, és remélem nem kell újra tölteni a festőhengeremet, mert ez nem lenne jó, hogyha egy csiké... Nem mondok inkább semmit. Jó, akkor ide kell tapéta. Ide kellene kiválasztunk egy szép tapétát, fal, és akkor fali panelek. Van ez a virágos, van ez a gyémántos, ami szerintem itt jól mutathatna. Szerintetek melyik legyen ezek közül? Tapéta lehetne zöld is, ilyen bambuszos? Legyen fehér a padból, mindjárt megnézzük. Milyenek vannak még? Vagy vannak ezek, ez a panelcsomag világos, és amúgy szerintem jól lehet. Nézzük csak ezt meg, hogy ez így hogy néz ki. És ez hogy kell, ezt fel kell rakni, mint se csempéznék. Hát ez ilyen faszínű. Nem tudom, hogy ez jó-e igazából, hogy az őszintét megmondjam. Köszönöm Gyula ismételten a csillagokat, keleti mintás. Jó, megnézzük. Fal, és akkor legyen a paneleknél a keleti. Hát ez olyan nagyon izé nekem. Nagyon kínai. De akkor legyen ez a kínai. Érdekes, érdekes minden esetre. Csak ez ilyen piros bútorok. Oj, tudom, mire megy ki a játék. Átlátok a szitten. Átlátok a szitten. Szóval ez így néz ki. Szerintetek ez szép? Én nem vagyok benne biztos, hogy ez szép, de meghallgatom a véleményeteket. Ja, megnézzük a bambuszt is, jó? Fal. Fali panel. Bambusz. Ez is nagyon keletias lesz.
Ez ilyen régi nyaralós feeling, már most látom előre. Ez nem... Azért mondom, hogy ez szerintem nem szép. Van a bambusz, ami így néz ki. Mindenhova függönyt! Rendben, Norbi! Rakok függönyt! Köszönöm a csillagokat! Nincs is szükséged egy csomag csempére, miről beszélsz? Szóval ez... Ez már egy kicsit talán jobb. Mehet hozzá a csoda ágy. Ez veszélyes. Mácska rajongó ágy hiányzik. Irdatlan ocsmány. A bambusz is csúnya? Most már szerintem hamarosan kiír. Bambusz inkább ne. A bambusz jó. Nem, ez szép. Hú, itt már azért megoszlik. Amúgy a... Hát de hát ez gyönyörű. Szóval, amit még megnézhetünk, és amúgy nem hülyesség, és írtátok, az az, hogyha téglából rakjuk ki. Szóval megnézzük még azt is, hogy az milyen. Szóval lehet akár ilyen is. Csúnya. Itt már csak a buldózerek segítenek. Hát... Nem lesz ez így egyszerű. Lehet inkább egyszínű lesz az egész. Amúgy ez annyira szerintem nem rossz, viszont kellene egy lámpa. És akkor jobban átlátjuk amúgy is a helyzeteket. Addig felszerelem, aztán megvárom, hogy erről mi a vélemény. Viszont lehet ide valami másfajta csillárt rakhatnánk, vagy ilyen izét mennyezeti lámpát. Lámpa ernyő, hát legyen fekete. Ilyen fémes fekete színű. Ezt miért nem akarja? Úgy oda egyet. Meg akkor még egyet. Mondjuk így ide. Ezek egységben vannak olyan? Hát nagyjából igen. És ha felkapcsolom a villanyt, akkor így most már jobban látjuk a szituációt. A tégla jó? Ha tetszik a tégla, akkor megmaradok a téglánál, mert szeretnék bele valami kis extrát vinni. Tégla rendben van. Jó, okés. Akkor marad a tégla. Szerintem amúgy az igen, ez így hangulatos. Olyasmi, mint hogyha ott lusta lettél volna festeni. Egy picit igen. Legyen az a padlós, vagy olyan fás. Mindjárt megnézzük, csongor. Köszönöm szépen a csillagokat. Padlónál akkor nézzük, mik vannak. Van ez a fenyő padlólap. Valami olyasmit szeretnék, ami világosabb. Panelszőnyeg. Hát itt van ez a bézs padlószőnyeg, ezt még meg sem néztük. Mindjárt megnézzük, ez milyen. Hát mondjuk ez ilyen izé. Kicsit ilyen moteles. Nem tudom, igazából. Az ablakot nem lehet sajnos áthelyezni. Köszönöm szépen Gyula a 10 csillagot! Úgyhogy sajnos az nem jó. És akkor nézzük még, hogy ez van esetleg, vagy tudok még olyat ide a padlóhoz. Hogy nem ez kell nekem, hanem paneli szőnyeg, ez a fenyős. Akár úgy is lehet, hogy itt ilyen. Nekem jobban tetszik a padlószőnyeg. De nem tudom. Igen, nem szép. Majd a piros ágy feldobja. Fehér padlólap. Ez a fenyőszínű van, de szerintem ez annyira nem szép. Mármint, hogy nekem nem annyira jön be. Padló, mik vannak még? Akkor padlólap. Van ilyen sima fehér padlólap, de az csempe, nem? Tehát, hogy azért az hogy csempét azért nem használnék egy hálószobába. Fehér panelek, ezt még megnézhetjük. Ez amúgy jó, ez tetszik. Igazából ez ami a legszebb talán az összes közül. Nincs nagy választék, sajnos. De amúgy ez így jó, mert jó nagy tágas teret csinál neki. Na jó, ide viszont akkor kell nekünk egy radiátor, mert föl van szerelve. Amúgy akár csinálnánk olyat is, hogy ide építünk egy kis falat, és akkor egy kis gardrobot itt kialakítunk. Majd láttam erre lehetőséget. Az a berendezésnél volt vajon? Valószínűleg nem.
Valahol itt volt olyan, hogy olyan... van paraván, aha! Ugye megnézzük ezt a paravánt. Csak ezt nem így kellene elhelyezni. Szóval láttam olyat, hogy van ilyen gardrop szekrény, az az ajtónknál volt. Beépíthető redőny reluxa. Ú, tényleg volt redőny is. Szóval van ilyen... ilyen szekrény ajtó. És akkor lehetne itt egy ilyen... mondjuk. Csak gondolom, akkor ehhez először meg kellene építenem a szobát. És szerintem ez így tökre földobna, hogy itt lenne egy ilyen kis gardrop-szerű. Igen, tudom. Majd természetesen minden más is lesz még. Ez még nincs befejezve. De ide egy aprócska kis gardrobot azért csak raknék. Ó, ügyességi pontot is kaptunk. Király! Köszönöm szépen, Csongor, a csillagokat! Ezek az utolsó csillagjaid. Nagyon szépen köszönöm, hogy neked, nekem szántad őket. Nagyon cuki vagy. Tényleg köszönöm. Ez jó, bár sajnálom a szőnyeget. Ne sajnáld! Ezt viszont le kell ütni, mert... várjál most, hogy a villanykapcsoló viszont rossz helyen lesz. Majd akkor kell ide is raknunk villanykapcsolót, mert az nem lesz jó, hogyha a gardróbból lehet csak kapcsolgatni. És akkor, hogy lehet az ajtót elhelyezni amúgy? Na azt látjátok, nem tudom, hogy ajtót hogy lehet úgy akkor elhelyezni, hogy... hogy legyen fölötte fal. Utána kell lerakni a falat, először az ajtót és aztán rá a falat. Ez ők elég fura. Ja, megvárjuk, hogy azok ott eltűnjenek. Bár mondjuk, hogyha nincs fölötte, az se olyan nagy baj szerintem. Ez milyen szoba lesz? Ez ilyen hálószoba-szerű. Csak most ide akarok egy kis gardrobot. Jó, úgy látszik, akkor ez egy ilyen. Érdekes. Olyan amúgy, mintha le se lenne festve a ház. Viszont az építésnél ezt a plusz egy métert ezt lehet aktiválnám. És akkor vehetünk még festéket. Fal, és akkor ez a ezüst szürke volt. Áthidalóval lehet. Ó, köszönöm. Mindjárt megnézzük akkor. Azt az áthidalót. Jó, és akkor még ide is kell, gondolom, meg ide is kell. Nehéz egyébként eldönteni, hogy akkor most mi van lefestve, és mi nincsen. És akkor itt is lefestem természetesen, nem hagyunk félkész munkát. Jó, és akkor kell az áthidaló. Az a ló. Viszont az így itt van. Aha, jó. Tényleg ez kellett. Na, amúgy szerintem ez jól néz ki. Mármint, hogy ez így külön feldobja, hogy ott van egy ilyen kis szobácska. Oké, és akkor ide kellene egy ágy. Nézzük akkor a berendezéseknél, nem a berendezéseknél, hanem az, hogy hálószoba, vagy hogy van? Ajtóablak, fürdő, dekoráció, konyha, ellátás, fegyver, felszerelés, védelem. Kiegészítők, padló, bútor, ajt, berendezés. Lámpa, nem. Fürdekoráció. Hol vannak a házzal kapcsolatos dolgok? Fürdőszoba, lámpa, konyha, dekoráció. Nem látok olyat, ami kifejezetten a hálószobához lenne. Konyha nem. Bútoroknál akkor csak kiválasztom azt, hogy... de akkor miért van külön fürdőszoba? Meg konyha. Hogyha közben pedig nincsen olyan, ami kifejezetten a hálószobához lenne jó. Ú, ez a kredenc, ez jól néz ki. Ezt azért csak megveszem. Jaj, csak ne ilyen. Muszáj ez a csúnya szín? Legyen inkább ilyen tükrös. Egy szép kredencet. Ezt hova tudnám amúgy elrakni? Így ide? És akkor tudom használni, ez a... nem hiszem, hogy ez az ajtónak jót tenne, hogyha az ott lenne ez a kredenc. Ide esetleg? Itt amúgy szerintem jó lehet. Kicsit arrébb rakok, és ezt nem kell szerencsére szerelgetni. Szóval ez nem ilyen ikeás. Szóval talán jobb az, hogyha a faltól kezdődik. Igen, rakok a gardróba is lámpát. Mindjárt azt is
kiválasztjuk, csak először a hálószobával szeretnék végezni. Most már vészesen fogy az időm. Fiókos ágy, csongor, megnézzük, hogy az melyik. Itt lesz akkor a bútoroknál. Fiókos ágy, az melyik volt? Amit használtunk a legelső irodában is? Az a kis pici ágyikó? Ágy, fiókos ágy, igen, ez egy picike ágyikó. Akár lehet, ebből nincs ilyen dupla. Dupla fiókos. Vicces egyébként, hogy egy-két ágynak annyira ilyen IKEA-s neve van. Mondjuk nekem ez a levendulás, ez jobban tetszik, ez. Csak ez nincsen fehérbe. Teljes fehérbe. Nézzétek csak. Hogy szerintem ez így tök hangulatos. Én mondjuk inkább ezt választanám. Ha nem haragszol meg, hogy nem a fiókosot választom. Olasz ágy. Én franciának ismerem, de ki tudja. Mi itt a helyes megnevezés. És akkor akár ezt így el is lehetne takarni. Így nézével, ilyennel. Igen, nézem. Jaj, nincsen megágyazva, az mondjuk fontos, hogy meglegyen. És akkor van lila is benne, mert valaki nagyon szeretett volna lilát. Hát ez így nem lesz jó, mert szeretnék azért egy éjjeli szekrényt. Jó, ezt inkább eladom. Nem, nem akarom azt a szívecskéset. Majd esetleg megtrollkodjuk valamelyik embert, aki nem írja meg, hogy milyen ágyat szeretné, és akkor veszünk olyan olasz szerető ágyat, de azért ez mégiscsak az én hálószobám, és nem szeretnék olyan szívecskés szerető ágyat. Ha megértitek. Bútor, és akkor kellene nekem olyan, hogy... hogy sima ilyen éjjeli szekrény, fiókos szekrény, azok között lesz vajon? Klasszikus komód, nem ez kell nekem, éjszakai, aha, ez kell. És akkor emellé szerintem ezt kellene kiválasztani. Mindjárt megnézem. Szerintem ez az, ami illik így hozzá. És akkor erre egy kis lámpát vehetnénk még. Hol van a pici lámpa? Ez a cube. És akkor ezt is így föl lehet kapcsolni. Na milyen? De lefestettem az ágy mögött a falat, Vivi. Valószínűleg nem voltál itt. Direkt ilyen. Direkt ilyen. De az ágy nem is szeret. Jó, megnézzük azt a szívecskés ágyat, de én amúgy hányok tőle, de ha ennyire szeretnétek, akkor megnézzük. Szóval van ez, meg van a rajongás. Szerintetek ez jobb? Még van teljes fehérbe is. Úgy talán annyira nem gáz. Ah, ez mondjuk aranyos így. Jó, akkor a szívecskés ágy lesz. Meggyőztetek, mert nem csak undorító pirosban van. De ezt meg nem tudom úgy odalakni. Ezt csak így tudnám lehelyezni. Hát nem tudom. Szerintem jobban nézett ki a másik. Mindegy, veszek addig függönyt, és addig leboxoljátok a chatbe. Az lesz szerintem a legegyszerűbb. Vékony függöny, ebből pedig lehetne mondjuk ilyen... milyen színű legyen? Legyen ilyen magenta színű? Felszereljük akkor ezt is. Ez jobb. Kiarcoltátok az ágyat? Most összeomlott a játék? Összeomlott az a játék a szívecskés ágytól? Remélem nem. Ja nem. Oké, azt hittem összeomlott. De ez hogy néz ki amúgy, hogy ennyire messze van a függöny? Hát, hogy ennyire nincs középen. Nem lehet valamit kezdeni ezzel a ablakkal? Kinyitni lehet. Meg bezárni. És nem tudok falat, nem tudok falat építeni. Aha. Szóval az ablak az marad mindenféleképpen ott, ahol van. Bár így meg lehet nagyon fehér, mindjárt megnézem, hát ha van ebből a... ebből a rózsaszín, jaj, rózsaszín amúgy, amit nagyon nem szeretek, szóval... akkor már inkább legyen piros. Vagy... így esetleg... csak egy éjjeli szekrényt se tudok rakni.
Ugye megnézzük, hogy ez hogy... Az most, hogy valaki bejön, akkor ezt az ágyat így kellene szerintem forgatni. Így viszont nincs mellette hely semminek. És olyan furán hat mellette ez a... Ez a téglás is. Szóval nem tudom, hogy mi legyen. Lehet akkor itt le kéne festeni ezt a téglásat. Bajban vagyok! Mint egy kutyaágy. Amúgy... Esetleg még azt lehetne, hogy itt akkor Málna aurára fessük ott a falat. Mindjárt megnézzük. És hát, ha akkor jobb. A Málna aurával. A tégla rossz! Nekem tetszik a tégla. Direkt választottam ki. Oké, és akkor ezzel szembe kellene még ez a rózsaszínes málnás, nem tudom milyen szín, de én biztos, hogy soha nem festeném ilyenre a szobámat. Szóval ilyen lehet esetleg még. Itt ez a része a szobának, és akkor talán egy kicsit jobban passzol hozzá ez a szívecskés valami. Milyen az a Málna aura? Hát ez! Ilyen rózsaszínes izé-bizé. Még a függönyt is lefestem, szóval tök király. Jajjaj! Ott azt le se lehet már festeni? Ez már annyira szerelj fel, hogy... Nem lehet ez fölsz? Jaj, hogy ezt nem szereltem föl, aha. Az volt a baja. Így most már azért jobb a függöny is. Elfelejtettem rárakni a függönyt. Annyi baj legyen. Szóval esetleg még így tudom ezt csinálni. Szóval ez van még mint lehetőség esetleg, mert szerintem így akár így más, tehát hogy nem... Csak itt ezt az egy csíkot vissza kell, hogy fessem ilyen színűre. Mert így vannak akkor így egy szintbe. Meg ezt a kettőt lehet inkább visszafestem ígyni. Szóval ez van. Ez nem jó? Szerintem undó vissza a leveles, vagy a levendulás ágyhoz. Hát Ferenc, ez az én házam, úgyhogy... Jöhet az uff. Tessék. Most már csak egy creepy baba hiányzik az ágy túlsó végéből. Így jó szerintetek? Ez így szép. Én nem szeretem a rózsaszint. Szóval nem vagyok benne biztos. Mindegy, most egyelőre hagyjuk így, aztán majd megálmodjuk szerintem a következőre. Következő streamre, mert ez így, igen. Kitalálunk majd valamit. Ti is gondolkozzatok, hogy mi az, ami szerintetek jól néz neki, és akkor nagyon szívesen elfogadok különböző javaslatokat. Még azért valami szekrényt vennék. Melyik volt, amit vettünk? Melyik volt az a kredenc? Mindjárt megnézzük. Egy ilyen tévészekrényt amúgy még vehetnénk szerintem. Ezt a kredencet vettük, igen. Még ilyen rage-elő Andit is küldtetek. Ú, ez nagyon nagy, ilyet nem tudunk sajnos venni. Na, köszi szépen akkor, hogy itt voltatok. Remélem jól éreztétek magatokat, és akkor nagyjából egy olyan 2 óra múlva jövünk, és akkor Stardew Valley-vel folytatjuk. Úgyhogy addig is, sziasztok! Hello, hello!